Hallo? A Ki van ott? A rész van A sötétben, sötétben bújkáló gőzterjesztő nem forradalom már. <Szorítan> Szavaztok. Ú, de valaki... Tehát így, így mondtam adás előtt, fél percet bírjatok ki ciginélkül, és akkor így... <Szorítan> Végre már nem kellett fél percet kibírni. <Szorítan> Jaj! Tudhatnád, hogy hát fenntartja a függőséget. Fél percen elszívjak bele. <Szorítan> Az. Valaki mondta nekem pont a munkahelyem, ahogy hallom, te akkor már nem jársz fel a tetőre cikizni, mert mondom, eddig följártam? Nem. Tehát most összetudnám, hát nem egy kezemben, három ujjamon, tehát háromszor voltam ma fönn. Ennyire függőséget okoz. Szörnyű, szörnyű. Még embernek érzed magad, Charlie? Hát néha tükörben nézek, és úgy gondolom, hogy nem, de aztán megborotválkozom, és akkor egy fokkal jobb. Mi történt veletek, serácok? Hú, 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 most kezdjem én, mert mindig ti kezditek. Jó ötlet. Aztán a végén meg el vagyok felejtve, Köszönöm. meg ilyesmi. Igen, jobban jársz, hogyha letorálod. Itthon volt a lányom. Két Mely? hétig, és amikor jött esett az eső, amikor szombaton fölvittem természetesen esett az eső, már mint hogy Ferri hegyre. A Liszt Ferenc könyv. Integettem, a sok köcsök sárga taxisnak, hihetetlen mennyiségű, tehát én még ennyi taxit gyerek, nyilván az eső miatt, de hihetetlen mennyiségű taxi volt, és mind mögém próbált meg besorolni, meg letúrni, meg ezek úgy mennek ott a Feri hegyen, mint hogyha... A gyors hogy Ezt nem a az gyors eső forgalva. miatt volt Fifika. Ők ilyen partnere, nem az... Nem, De ők ilyenek. De tényleg nem, úgy, úgy. Nem. Nem, 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 hát nem tudom. Á, nem, hát nem tényleg. A taxis az az állatfajta, aki ilyenkor, amikor sikerül kipusztítani a természetes ellenségét, mint az übert, akkor ellepi a környezetét és násztáncba kezd. És ilyenkor figyelhetőek meg a természetben tömegével ezek a vadállatok. Én ezen Ez úgy, Ez a Tisza úgy berágtam, Úgy berágtam ezen a szombati taxis nyomuláson, tehát tényleg így jobbról, balról, hátad mögött dudálnak, tolnak le az útról, érted, mert ő kurvára valahova, de én lépjem át nyilván a, a sebességhatárt. Na, lényegtelen, úgy berágtam, hogy hétfőn elmentem és a postát hecceltem. Tehát a így szóval... a postát. Úgy, te hallod, micsoda, micsoda egy csegevara vagy, elmentem a postát. Ma... Mondom neki, ne haragudjam már. Tudja, hogy a, a Google ingyen viszi a leveleket? Te egy állat vagy. És ilyen sejtelmesen néztem rá, tudod? Nem kéne kimenni az utcára tüntetni. Kicsit. Hát elveszik a munkájukat. Tudja, mióta van e-mail? Hát veszi észre, hogy sokkal kevesebben küldenek levelet. Érted, és ebben így belállt így a csaj. Nagyon jó te beszélgettünk, úgyhogy közben próbált nekem eladni ropit, sorsjegyet, nem tudom én, A halálom ez a sok játék függő, hallod Megtakarítás. A jaj. Megtakarítást. Ezért. És a végén elővettem egy levelet, és akkor mondtam, hogy hát hálából akkor ezt így 145 forinté <kül> szeretném, tehát az semmi extra nincs ilyen 145 forinton, csak elviszik A-ból B-be, tehát se nyomkövetés, se semmi, és hát láttam, hogy hálásan nézett rá, mert így megtarthatja a munkahelyét, hogy néha valami marha bejön, és fölad egy levelet, vagy egy csomagot. De, de ezen láttam, hogy így begondolkozott, hogy a Google ingyen viszi a leveleket, tehát azért az kemény mikor így az ember kefél a valósággal. Fú, nagyon uh, kiakadtam ezen a, a az Uberen, a taxisokon, a, az esőn, tudod, és ja, és fölfele iszonyal nem volt senki az ötösön, lefele meg, mintha szombat uh, uh, délben mindenkinek arra lett volna dolga. Mi van most? Mennek haza a törökök, vagy, vagy a jugoszlávok, vagy a vendégmunkások, vagy borzasztó forgalom volt, de csak visszafelé, tehát így egy irányba. Szerintem németeknél most kezdődhetett a nyári szabadságolás, vagy valami ilyesmi. Hmm. Na, úgyhogy, hát, ja, és azt nem is mondtam, már egy hete gazdagodott a család egy kutyával. Még egyel. Képzeljétek el. Tehát a gyerekeim saját jogon Hoztak egy, még egy kutyát a családba, tehát nem elég, hogy van kettő darab kutyánk, kettő darab macskánk, most lett egy uh, boxer kutyánk, egy 6-7-es. Eredeti vagy klón? Eredeti, eredeti, eredeti boxer. Uh, nagyon szép egyébként a kutya, és nem tudtam, hogy már nem vágják se a farkukat, se a fülüket. Nem a boxernek, hanem egyébként nem lehet most már csonkolni a... Tud, így né néztem rá, mondtam mondom, te figyeljetek, mert hát ezt le kell vágni a fülét, farkát, mert nekünk volt valamikor 20 évvel ezelőtt egy Bóli nevű boxerkutyánk, a Dávid Vári Éva Anitának hívták a kutyát becsületes nevén, és hát mondom, se a füle, se a farka nincs levág, azt mondták, hogy ja, hát most már nem lehet csonkolni így a a kutyát. De nagyon aranyos, meg... de 6 7 tehát akkor a gyerekek kisebb, mint a macska. Te meg felüvöltöttél, hogy Áj, akkor le kell mondanom a rabbit. <laughs> Na, úgyhogy ez van. Romániában ne nagyon menjetek, borzasztó szar a határ. Én nem tudom, mi van, teröristát keresnek, vagy, vagy akármi, de hogy még ilyen fél-háromnegyed óra alatt nem bírtam megúszni a a múlt hét, hét meg a hetet se pedig egy kis határon megyek át, tehát nem is egy ilyen nagy forgalmas részen. Borzasztó. Annyit tökölnek a papírokkal, hogy hihetetlen, és ilyen tudod, amikor így, ja nem, ti nem, ti nagyon fiatalok vagytok, de hogy, hogy így olyan, mint amik visszautaztam volna az időbe. Tehát, hogy így a határőr így tud, kinyit, megnézegeti a személyigazolványodat, és hova megy? <laughs> Nem vagyok ilyen, hon... a fiatalok csak egyes és... halom felé vannak ilyen emlékeim. És honnan jött? <laughs> Hol van? Mit akar? És miért? És már mondom, baszki. Hát majd még itt izé, külön, nem is tudom. És vízum van, tudod, ez a kérdés. Múltkor elkérték a forgalmit, elkért a jogosítványt, Komplett komplet közúti ellenőrzést csinált a határbódi előtt, érted? Brutális. És annélkül nem tudod megúszni a... Tehát letekerem a két hátsó ablakot, le van tekerve az én ablakom. Ha este van, fölgyújtom a lámpát, hogy lássam mindent. De azt nem tudom megúszni, hogy a csomagtartó. Tehát, hogy ne állítsam le a motort, ne szálljak ki, ne nyissam ki neki a csomagtartót. És tudod, volt egy ilyen uh, gép rongy így bedugva a kocsi sarkába, és oda nyúlt, és megemeltem. Na, mit gondolt, mi van a, a 40-40 centis gép alatt. Tehát, hogy így, nem tudom, két határsértő, vagy... Második megáborús aranykincs. Brutális. Na, hát ez volt. Most már ti jöttök. Hm. Na mondom hogy akkor én, meg. ha ilyen nagy csönd Hogyha. van. Erről a reptér, taxi, transfer, parkolás szent háromság szent négyességről eszembe jutott, hogy most ö, ugye, amit Fifika neked mondtam telefonba is, hogy én meg a feleségemet születésnapjára megleptem egy, egy londoni úttal, úgyhogy ott is ment az agyalás, hogy na, hogy jussunk ki a reptérre hajnalban. Úgyhogy először volt a, hát a szóba se került, az ismerősöket, hogy na, melyiket citáljam ide, aztán úgy döntöttem, hogy négyre senkit nem fogok ide rángatni, gondolkoztam ezen a gyűjtőbusz-szerű dolgon, nem is tudom, tudjátok, ez a mikrobusz, aki összeszedi az embereket. Igen, de, de hát az... ahhoz is be kell jönni valami Pestik, helyre, Pestig, Igen, aztán úgy döntöttem, megnéztem, mondom, mennyi ez a rohadt parkoló, és basszátok, meg két perc séta, ilyen hosszú hétvégés parkoló, 5600 forint. Fiz Őrzött, anyám kénye, még 400-at rádobtam, és akkor abba már időpontot is tudok módosítani. Sőt, ha ráraknék 1600-ot, akkor még le is mossák, még nem vagyok itt Úgyhogy ennyi. Oda... És hány napra fizeted ezt, Charlie? <hállt> Négy napra. Ez péntektől hétfőig. Hát ez húzos, mert én amikor kim voltunk a lányomnál tíz napot, akkor 700 forintot fizettünk per nap a 24 órás parkolói. Mondjuk nem sétára volt, hanem tolt busszal hoztak. Na, hát ez az. A parkolóba. Ez az. Tehát ez a, ez a reptér ahogy behajtasz, tudod ott a fölüljáró, ahogy mész a 2 Igen. És ott nem kell a fölüljáró, hanem jobbra van ez a parkoló, oda lerakod az autót, és onnan fölhúzod a, a kis podgyászkádat. Tehát ennyi és őrzött, és, és kamerával védett meg az anyám kénye. Tehát vannak távolabbiak, azok olcsóbbak voltak, talán 7-800 forinttal, de mondom, pont szarok rá most már. Tehát ha belegondolok, hogy a, a, taxi is drágább lett volna, még Pestről is, pláne, hogyha kifogom a jó fuvart, akkor, akkor úgy döntöttem, hogy ez ennyit nem ér. És akkor így kényelmesen kimegyek, én tempomba, akkor, amikor akarok, az csókolom. Ez most nem tiszta, ez most napi hat rúgó vagy napi Nem, özelőt? nem, ne. összesen. Hát hát úgy. Charlie napi ezer valamennyi. Igen. Érted? Ahol ja, meg ja, mi ja, voltunk, értem. az meg valahol ott vecsés, vecsésnél, hogy jössz befele, ott van egy csomó ilyen őrzött parkoló, bemész, kamera, vizé, de ki is visznek, tehát van egy transferbuszuk, és akkor amikor odaérsz, akkor kivisznek a reptére, meg amikor megjössz, fölhívod őket, kimennek érted, ezt... Á, nekem kényelmesebb volt ez, hogy boot.hu, az azonnal nem megy el az a cég, úgyhogy hát, mindegy, nem nagy tétel. De mindenféleképpen kény, tehát Szegedről meg nincs is más választásod, érted, a transfer van még, amivel nekem egyébként abszolút jó tapasztalataim voltak még eddig, tudod, ilyen reptéri transfer, tehát ha egy magad mész, akkor nyilván uh, olcsóbb, de már ketten mentek, akkor már érdemes személyautóval menni, mert nem fogod olcsóbban megúszni a transfert se. Hát mondjuk úriember ember úgy csinálja, tudod, fönn az érkezésénél, vagy az indulásnél, kivágod az ajtót, becsapod, jár a motor, elindulsz, hazajössz, ott a kocsi, kifele fizetsz 20 ezeret, hadd szóljon. Na, ez lett volna az egyik. A másik ráfűzök a boxerre, mert nagymamám boxereket tenyésztett egyébként éveken keresztül. zseniális, szeretnivaló, családbarát, borzasztó, szimpatikus tulajdonságokkal rendelkezik az a kutya, az nagyon aranyos, ez tényleg cukorfalat. És a, mit, mit is mondtál, mi a neve? A mostaninak Max a fú az sokadik alom. Mert hogy ha aki nem tudná, a, mit tudom is én, az első az a család neve, az mindig ugyanaz. Mondjuk, mit tudom is én, tropikál, vagy, vagy lamentál, vagy ja, a régi kutyánknak annak Bóli volt, és Dávid Éva Anita. Na, az Éva, az Éva a lényeg, akkor ő A, B, C, D, E, E, ötödik alom volt, mert azt meg ABC rendben almonként adják. Tehát az első alomnak ö, adnak A betűseket, mit tudom, Apollo, Anzó, Áron, Alfa, és a többi, és a többi, és így mennek szépen az ABC rendben, és így vissza lehet követni. Tehát tök mindegy, hogy hogy hívod a kutyát, de a törzskönyvében így szerepel, és akkor így vissza uh -huh. tudja követni mindenki, hogy hú, hanyadik alom? És a nevéből megmondják, hogy hanyadik alom volt, a családnévből meg tök egyszerű lekövetni, hogy, hogy honnan van a kutya. Ez ilyen aprók is érdekesség lett volna, illetve hát azt már valószínű mondtam nektek, egyszer ment nagymamám vitte a kutyaiskolába föl Farkasrétre, vagy Budaörsre, nem is tudom, már a kutyát, és már metró volt, tehát nem olyan öreg a nagymamám, vagy volt a nagymamám, nyugosztalja Isten, és vitte föl a kutyát, ült a metrón, előtte a kutya, és így nagyon nézte egy kisfiú itt szemből nagyon nézte, és mondja az apjának, hogy, hogy nézd, apa, milyen szép arca van ennek a kutyának. Gondolom, hogy otthon már ez volt téma, hogy, hogy, hogy a szomszéd kisfiúnak megmondta, hogy fogd már be a pofád! Hazavihetem. Hogy, hogy mondta, hogy kisfiam, megmondtam, hogy a szomszéd Zolinak van arca, a kutyának pofája van. És mondja mamám, hogy a gyerek az így nézte, így merengett, így nézte a kutya arcát, apu, ennek a kutyának mégis inkább arca van. Hát azt megzaváltam volna ott. De, de, tényleg olyan, tehát a kicsinek is nagyon, tehát az mindennek szép egyébként szerintem a boxer, tehát nekem én ettem velük egy tálból, azért mondom, én, ott senki nem mert mondta anyám nagymuternak, hogy jaj, 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 a kutyákkal leszik. Jó, most inkább nem menjünk oda, mert akkor minket is megesznek a kutyák. Én meg ott így így marok, hogy csócsáltam, amit éppen ettek, és, és nem, nem, ettek Beszél meg engem. ilyen szép szállegény. Igen, igen. A kutyatáp. A kutyatáp. A kutyatáp, Ja, ja. Én nagyon szerettem őket egyébként. Nagyon helyett. Nekem például, míg más lúzereket az apja húzta, addig engem a szánon két fogat, két kutyás szánoma volt, basszátok meg. És azt húzott el a dombig, nem ám fater boxer hát mekkora. Na, úgyhogy ilyenek. Képzeld el, hogy ez ez annyira passzol azzal, hogy a mi kutyánk az a bátyám kutyája volt, és az a bátyámat húzta be dolgozni biciklin, meg haza. És a kutya olyan testfelépítésű volt, hogy itt tudom én Jugoszláviában aranyérmes volt, meg Magyarországon is egy csomó érmet elvitt a kategóriájába, de gyönyörű testfelépítése volt, és ettől a kurva bicikli húzástól. Hám! És húzta, hát a, igen, mert ott volt mert, ez a camping bicikli azon húzta. Hát, alapvetően <laughs> olyan a testfelépítése, munkakutya egyébként, de olyan a testfelépítése, hogy mintha így, így dőlni akarna előre rá a melkasára. Igen, igen, hát, igen. Borzasztó, impulzív, ö, dinamikus már, ahogy ránézel. Nagyon szép. Még így, én, nekem nagy, nagy favoritom volt egyébként, <laughs> mint a lugas mecve, vágva a fülük, meg a farkuk, de, de hát el kell fogadni, ha mindenkinek ilyen, akkor akkor majd megszokják az emberek. Így is szép egyébként, nagyon szerintem. Meg olyan hát kis kajlát a aranyos nagyon. Hát mondjuk nálunk mindig volt legalább egy törölköző vagy konyharuha, mert hogyha Evett vagy ivott, akkor utána tudott csüngeni a, a nyál az arcán. Na, az arcán, ugye? Ugye? De, de hát ez egy törlés is megint. És milyen színű? Kivitt, kivitt, uh, barna-fehér, ilyen Ó, világos barna-fehér. Majd küldök róla a fotót. Akkor. Képzeld el, hogy uh, mamámnak <coughs> <coughs> volt mindenféle, nekünk a kan az tigris uh, mintás volt, és a, a, a szukák azok uh, ilyenek voltak, mint ami neked, és képzeld, volt egyszer ö, egy albino, és akkor még ez nem volt akkor a truváj, sőt, hát ugye az az nem fajta jelleg volt, és ezért ö, ajándékba a eladta. Igen, nem is ajánlott, igen, 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 és eladta, eladta hát elajándékozta egy, egy újságírónak valahol ott. Ö, mi megy fölfele a Moszkva tértől? Busz. Szép, szép hogy... Oh. Köszönöm szépen. Valahol a buszon hűvös, élt. Jó, oké. Okay. Ott Hüvösvölgyön. Hüvösvölgyben lakott a, a, az újsági robács, és, és neki oda ajándékozta valamit jelképes, nem tudom, egy forintért az oltás költségéért. Aztán, aztán annyi, de hát nagyon szerette. Szintől függetlenül. Most meg hát mekkora hogy hogyha valakinek olyanja van, ami másnak nincs. A, legyen mondjuk az, az akár egy tigris. Hát mi a faszom ha ez nem tigris, pász meg. Ez egy 1943-as Panzer Kraftwagen. Eredeti. Eredeti tigris. Hát én nem ilyen tigris <laughs> akartam. Basti <laughs> van a tetején. Hát, tehát azon még mindig kész vagyok. Na és veled, Mújó? Ó, hát én most rövid leszek, mert Sűrű és egyben eseménytelen volt a hét, vagy legalábbis ilyen hosszabb blokkok voltak. A hétvégén ugye nem voltunk sikondán a keresztgyerekek itthon lévén, évi egyszeri rendes hazalátogatás Hollandiából, összeverődtünk baráti társasága gyerekekkel, és egy kellemes két és fél napot töltöttünk el sikondán, nyilván a legjobb pillanatban, ahogy leszakadt az eső, elindultunk az útra. De de nagyon kellemes volt, kis tűzrakás, a húsevők pográcsoztak, én meg a parázsom grilleztem. Hát ez elég megjártuk. nagy hülye vagy, hallod. Már bocsánat, Egyetlen, hogy ezt mondom. Zseniális zseniálisan de jó volt. De igazán nagy hülye vagy, ilyenkor meg kéne fűzni az embereket. Nekünk a céges bográcsozások úgy mennek, hogy mi is vagyunk egy páran, akik vagy nem szeretjük, vagy annyira nem, nem szeretem én se ezeket a lecsókolbászt, meg ilyen... Ilyen szafatos húsokat benne, és gabona kolbászt szoktunk ö, venni, és akkor azt fölkarikázzuk bele a paprikás kompliba, és tökre-tökre. fassa ugyanaz, csinálunk három bográcsot, egy csípőset, egy kolbászos húsosat, meg egy ilyen vega ö, játékost, és mind a hármat elpusztítjuk. Nincs az. Olyan még nem volt. Ezt ki kell próbálni, szerintem kurva jó egyébként. Teljesen esélytelen. Mi, a társaság gabona kolbász? A társaság túlnyomó része az ö, teljes egészében elzárkózik az ilyen istentelen étkek elől, úgyhogy nem, nekik húst kell fogyasztaniuk, és mivel egy tűzrakóhely van, ezért nem nagyon van alkalmunk arra. De figyelj arra, már Krisztián, hogy... és azt nem tudod őket átverni, hogy ö, hoztam húst, ebből most én is eszek. Nem. Ki, és te olyan, nem, nem, nem. te olyan vegán vagy, vagy vega vagy, hogy hogy azt a kaját sem eszed, amiben hús volt? Tehát, hogyha mondjuk így ki lenne piszkálva? Isten ments, legkevésbé sem. Igen? Hm. Én mondjuk nem vagyok vega, meg ö, én így kipiszkálom maximum, de de el tudom viselni, hogyha benne van. Én sem mondhatnám, hogy száz vega vagyok, csak nagyon nem szeretem a húst ezért inkább egyszerűbb nem mennem, mint belefutni a kellemetlen dolgokba. És, de, de hogy nem, tehát ha belefőt, mit tudom én, egy csontleves, vagy, vagy ilyenek, vagy kimerjük belőle, nincs ott semmi, hát ne üyeskedjetek, mert belefő, ott úszkálnak a levált kis, hogy hívják, fehérje darabkák benne. Wow. Nem, 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 nem. Szóval nem. De nem volt ezzel alapvetően semmi baj egyáltalán, mert hogy zseniálisan jól sikerültek a grillek, ilyen dupla fóliába, benne grill sajt, gomba, krumpli, paradicsom, mindenféle ilyen csodálatos dolgok, és elképesztően jól sikerült, de még én is meglepődtem rajta. Mert általában olyankor már nem szoktam szomjas lenni, amikor a parázsig kerül a sor és általában el szoktam számolni, hogy mit hova mennyi ideig kéne tenni. De most valahogy megőriztem a lélekjelenlétemet, és nagyon tudományosan elhelyezgettem, hogy a látosabb parázsra menjenek az odakapásra alkalmasabb ételek. Egyszerűen nincs rájobb szó, tökéletesen sikerült. Úgyhogy mi ettük a kingával a kis vegavacsoránkat, a többiek kanalazták a gulyás levesét, és így néha ilyen lapos, irítkedő pillantások, meg el is hangzott egyszer, hogy hm, nekünk is olyat kellett volna inkább csinálni. <laughs> Jó, sikerült, teljesen. Aztán az este után még eljutottunk másnap a komlói ügyeletre és a kórházba is, mert az egyik úriembernek sikerült favágás közben rásomni a kezére, és túl nagy galibát nem okozott, de azért fölvágta a zöklén a bütykeit, és bedúrant másnapra a keze, úgyhogy kerítettünk neki egy tetanuszt, meg lekezelgették, meg megáztattuk magunkat a kis fürdőbe, hát aztán hétfőn jöttünk vissza, úgyhogy igazából ez egy ilyen kis kérészületű, rövid valami volt, de nagyon-nagyon jó volt viszont brutálisan le vagyok lassú, mert hogy pihentető az egyáltalán nem volt. Dacára annak, hogy a környék csodaszép, a szállás geniális volt, minden nagyon klafa volt, de hát ott voltak ugye a gyerekek, akik abból üznek sportot, hogy reggel fél kilenc és kilenc között dörömbölnek, vagy az erkély ajtón, az erkély üvegen, vagy a bejárati a szoba ajtaján, úgyhogy ott pihenni nagyon nem Ezek lehet. valami városi gyerekek lettek, hogy fél kilencig, Hét előtt szoktak az igazi betyárok. Szerintem ébreszteni. csak addig sikerült visszatartani őket, tehát ja. ott már levetették láncaikat, és ott már nem lehetett kontroll alatt tartani őket. E, úgy így nagyon-nagyon klafa volt. Úgyhogy vele mennyi történt, meg most éppen cica szittelek, az idősebbi kugomnak a cicájához járok felügyelni, és egy kis le lelki masszírozásra, hogy ne érezze egyedül magát. Ilyenek. Amíg ráfűzök a kajádra, ugyanis múltkor én is növeltem a grill sajt készítési XP-met, és mindig szoktuk venni ezeket a, ezeket a grill sajtokat, tudod, ilyen nagyon kemény, nagyon fehér, Aha. és tömbösítve van, és múltkor láttam kedvencem a füstölt karaván, és ilyen, ilyen mint a kopott szappan, olyan mint egy kis kő, egy lapos kavics, olyan. Nem mondom, pénz nem számít, az meg, egyszer élünk, négy darab sajt, valami, pff, faszom, 800- 900 forint volt. Leszarjuk. Rábaszom a grére Hát, hallod, milyen szar. Édes Istenem. Az íze jó. Szét, Szétfolyattad, vagy hát, nem de, sikerült? Tehát nem ez az első grillezési élményem, de ez a sajt, ez hiába tűnt keménynek, ez abban a pillanatban, hogy ráraktad, és fordítottad volna meg. A másiknak nem volt kérge, de ugye. Ö, megkérgesedett, ahogy ott ö, a pirult a, mert mit tudod, a rácsra mindig rakunk egy tálcát, én nem szeretek rácson grillezni. Ja. Mert aztán mindig csak az az ember lusta, akinek el kéne mosni. Ez a sajt meg szétfolyt, mint a, egy, egy, egy marék takony, kiszedtem, akkor, tehát semmi formáját, semmi állagát nem tartottam, meg bezzeg a, a Lidl-be vett ilyen kocka grill sajt, felszeleteltem, rádobtam, olyan volt az elején, mint a végén, csak meg volt grilleződve. Kurva jó volt, úgyhogy többet. Én nem tudom, mit csinálnak vele, hogy ilyen trükkösen működik. Nem, 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 nem tudtam rá, de mondtam, hogy többet én ilyet nem veszek, maradok a bevált receptnél. Úgyhogy ennyi a, a grillezési, grillset készítési experience-ről. De akkor elmesélem ezt még gyorsan, vagy mondja csak. Nem, csak annyit akartam, hogy de akkor csapjunk a témába, de akkor még meséld el gyorsan. Nem, mert én, én meg így, ahogy te jártál, pont így jártam a múltkor anikós sajta, vagy az Anikó sajtól nem mindenki tudja, de az alapvetően egy remekül grillezhető sajt, és tök jó lehet készíteni, és ilyen nagyon finom sós, tehát tényleg alapvetően jó. És most nem tudom, milyen anikót fogtam ki a múltkor, de beledobtam a grill serpenyőbe, mert itthon ilyen serpenyővel csináljuk, és, és azonnal elkezdett levetere és amit te is mondtál, mint a gyurma itt szétfolyt a, 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 az egész serpegyő, teljesen használhatatlan volt. Én még Janikót nem láttam. Ott a, a hőmérséklettel vannak a gondok, mert a sajtot hirtelen kell. Tehát hirt, igen, hirtelen igen, igen, forróba, és tudom. hogyha meg nem az, akkor akkor van ez a szopóroller. Egyébként jut eszembe, ha már veg a vonalon mozgunk, a héten voltam a Panírban, nem tudom, hogy voltál-e már ott. Én még sosem. Zseniál, Király utca 53. Ez a sajtos brigád. Igen, igen, igen. Nóri evett egy sajtos szendót, rántott sajt volt benne, hogy lehet azt megenni, panini volt, vagy vagy valami hasonló, tésztából sütött, akármi, de volt abban padlizsán, cukkini, mi ez a lila? Padlizsán. Nem, padlizsán. Nem, nem nem. a gumó. A lila gumó. az a padlizsán. Nem. Egy csoda nagy gumó is. Gumó, cékla? Cékla, igen. Reszelt cékla saláta volt benne, szóval baromi jó íze volt. Én meg egy ilyen kis négy sajtos válogatást állatettem. Kis hasábbal, tüktik kis, kis uh, setup volt, úgyhogy teljesen jól lakottan tértünk haza. Aztán most, most cél vettem, kezd helyen van egy, uh, egy nagyon jó kis uh, ilyen biztrószerű játékos, ahol, mit tudom is én, napi négy főétel az, amit meg lehet találni, de azok tényleg nagyon parádésen elkészítve, és ott is, de a, a bundát saját receptúra alapján készítik, a sajtot a saját tehenészetből készített sajtal készítik, a krumplit azt a, az ottani, nem tudom én milyen egyetemen a hallgatók által fejlesztett és nemesített burgonyából készítik, tehát <laughs> nagyon zseniális, és az ebéd menüjük 1350 forint. És ne, ne ilyen talponálót gondolj el, hanem tényleg azt a, tudod, amikor olyan divatosan kiülsz a, a fonott székekre, nézed a Balatonpartról a naplementit, na ilyen helyet képzelj el, és itt teszel mondjuk 1350-ért egy leves plusz fő menüt. <laughs> Na, de 30 percet elbeszélgettünk a rántott sajtról. <laughs> Párásító gasztronómiai és életmód podcastet halljátok. Hát figyelj, az a helyzet, hogy most nem volt fog, úgyhogy valamivel ki kell ütni az időt. Úgy beszéljek a fogsejmezésemről, fiúk? <gül> ne, <gül> ne, 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 Most miért ne. mondod, hogy ne azért, mert neked nincs már fogad? Igen. Jaj, borzasztó. Nekem ez nem probléma. Ne fájd a szívét akkor. Hát. Jó, akkor most mostantól legyünk ontopikok, kak, hozhesz-höznak nek. Volt egy ilyen adásunk is talán. És vágjunk bele, mert uh, volt a héten egyre több embertől, egyre több helyről szó, kérdés, kérdés feltevés, hogy megyünk-e a Pozsony-Prága, Prága. Prágai vépfesztre. amit Blacky is kirakott, meg én is kiraktam. És aztán egy kicsit jobban utána olvastunk, utána kérdezősködtünk, mert többünknek kételjeink támadtak a rendezvényel kapcsolatban, úgyhogy összefoglaljuk egy pár perc erejéig a mi ö gondolatainkat, tapasztalatainkat, hogy mit gondolunk erről, a rendezőkről, a rendezvényről és magunkról ezzel kapcsolatban. Tehát állást fogunk foglalni. Ki kezdi a sort? Hú, hú, Vagy kezdjük kézlemén, onnan. Kézlemén, bocsánat, kézlemén, kezdjük tehát... akkor, várja, legyünk ontopikok nagyon. Ö, kezdjük onnan, hogy Például én is kaptam meghívást, hogy menjünk oda mint elcigi tesztek, és akkor csináljunk ott videót, fotózzunk, és a többi, és a többi. És erre azt mondtam, hogy jó, megyünk, ha úgy adódik. És akkor jött a közös beszélgetésünk. Én ettől kicsit távolabbról indítanám a történetet, mert nekem először ez a csapat, lehet így hívni őket? Team, 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 team. Team, team, ez a team. A a VN a Vépsó után jött szembe Balkán Vépfest uh, címmel. És uh, oda küldtek egy ilyen meghívót, foggal sincs, hogy honnan uh, szedték a, a nevemet. Uh, valószínű egyébként, hogy valamilyen adatbázisból dolgoztak, és uh, ez, a, ez a BLOSZ céges uh, személyes. Uh, e-mailemre jött. Ja, azokat én, én adtam meg, meg neki, bocs. Megnéztem a, a választékot, meg hogy mi van, hogy van, és így teljesen elbizonytalanodtam, hogy hát ez mi. Tehát, hogy ilyen, ilyen kvázi Hát akkor most a lányok táncolnak, aztán a, a fiúk állnak a színpad szélén, aztán megint a lányok táncolnak, aztán jön egy diszjoké, aztán ez mi a tököm. Tehát, hogy hogy ez ilyen, mit tudom én, a fonóba, a Juliska, meg a Mariska, tehát néztem a kiállítók listáját, tehát azért ismerünk egy-két Balkánon tevékenykedő ö, gyártót, ö, akár aromát, akár ö, készülékről. Beszélünk senki, tehát ilyen tök ismeretlen, mintha ilyen boltok vagy boltocskák lettek volna ott, mint kiállítók, az is kevés, és akkor utána jött ez a a story, hogy rám írtak mint egyesület, és akkor már nem a Balkán uh, festről volt szó, hanem de nem ez volt, nem nem Prága volt, vagy vagy tehát annyi helyen ha Ez hogy mindenhol. Hogy ne, hogy Hollandia, nem, nem, Hollandia, nem, nem, Hollandia, nem, nem tudom a. hogy micsoda? Hollandia nem? Hollandia, Hollandia varsó. varsó uh, litvánia. Azt az is a. volt. a Lit -Litvánia már, már követni volt se a... tudjuk. Ja, nem, nem a Litvánia volt az utolsó, amit láttam. És akkor így. így rám ér a Csárli, hogy fú, figyelj ezért. Nekem is írtak, csak. Csak én, én kurvára nem értem, hogy már megint, mert hogy ugyanúgy megnéztem az oldalt, és ugyanezt láttam, ezt a táncos ö, ö, zenés mulatság, némi a szakmában iszonyúan nem ismert ö, ö, nevekkel megfűszerezve, és aztán jött ez a, hú, ez a webes uh, uh, duma, tudod, hogy hogyan építsünk webshopot, és majd uh, vedd meg 20 húszezeri a könyvemet, és majd sokkal jobban fog menni, és dőlni fog a lé, és minden kurva jó lesz majd nekem, nem neked. És hogy ilyen, ilyen szintű előadásokkal van teletűz, de mekkora biznisz a, a Liquid, mekkora biznisz az El Cigaretta, és, és komolyan mondom, tehát így, így majdnem elsírtam magam, hogy úristen, tehát, hogy, hogy most, most ez, ez fog jönni, hogy így mindenki meglovagolja ezt a kurva piacot, és úgy próbálja beállítani, hogy kis tökével vágjál bele, mert kurva jó lesz, és majd mi megmondjuk a tutit. És hogy erre akarják az egyesületet elhívni, és akkor írt rám Charlie, hogy ha, oh, meghívták őt, és aztán egy pár levélváltás után, de most akkor ezt már Charlie folytatja tovább egy pár levél váltás után, ugye, mert hogy ki tudnád rakni, hát jó, csak, csak arról beszéltünk, hogy mi ugye fotózni megyünk, meg, meg videózni, meg mondjuk riportokat készíteni, nem arról, hogy, hogy mi leszünk a promóterek. És akkor, de hogy én azt kérdeztem tőletek az elején, hogy promót, jó, hát mondom, de, de hát promótálni az a te dolgod, meg annak ö, ö, hogy mondjam, hogy ne legyen félreérthető. Tehát az, hogy valakinek a promóterje legyen valaki, ő ezért pénzt kap, én senkinek, még Krisztusnak a jét sem cipelték ingyen, nem, hogy én az ő bizniszét ott, és mondtam neki, hogy hát ez, ez így nem fog menni. És aztán már, már jött minden, hogy, 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 hogy de akkor mennyire hirdetnénk? Hagyjatok már engem ezzel, hogy mennyiért hirdetnénk. És, és de mennyiért, de mennyiért, és akkor mondom, jó, akkor mondok neked egy olyan árat, hogy, hogy már én ezt magamban mondtam, hogy végre békén fogsz hagyni. Na mondtam neki egy, egy olyan árat, hogy végre békén hagyott, azt hittem, mert mondta, hogy hát ez tényleg nem, mert van olyan, aki, akinek 50 ezer lájkolója van az oldalon, és hát megnéztem persze kirak mindenféle vicces ö, vizét, ö, olyan, mint a kaszati binek a Facebook oldala, hogy hogy kirakosgat mindenféle vicces videókat, <coughs> de én mondjuk én is rakok ki, de ez legalább köze van az ercigihez, na mindegy. És akkor, hogy ő 250 euróért, na, mondom, akkor ez tök jó, akkor oda kell menni. Ö, és egyébként meg egyfolytában ezt kérdeztem tőle, körülbelül minden beszélgetés, de, de mikor leszel otthon? De mondom, úton vagyok éppen, majd ha haza érek de mikor? Este tíz után. Akkor kereshet, de mikor? Én mondom, keressét fél tizenegykor. És az meg fél tizenegykor ír itthon vagyok, Ö, jó. És akkor jön a, jön a hülyeségekkel, meg hogy, meg hogy milyen előadók lesznek, meg, 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 hogy na akkor ennyi az annyi, de nekik ennyi pénzük nincs rá, és, és utána úgy nézett ki, hogy békén hagy, hogy jó, akkor, akkor fél, biztos félreértett engem, én egy milliószor ezt mondtam, nem én vagyok a promótered, és amit nagyon nem értek, hogy én tőletek körülbelül <coughs> csak oda, ilyen mennyi Krisztián, 6, 7, 800 kilométer? De legyen 600. 600, ha jól Oké, okay, legyen 600, tehát én nem gondolnám, hogy mi nektek piac vagyunk, itt nem fognak tömegével az Orange Waze buszok elindulni. Jó, már pedig nálatok vépfesz lesz, és a magyarok csak azért mennek, mert hogy én ezt kiírtam a Facebookra, és nem értettem, és mindig megkérdeztem, hogy de miért nem a cseheknél, miért nem az ottani embereket, miért nem az ottani egyesületet, miért nem azokat, akik ott vannak közelben, vagy a szlovákok, vagy, vagy, vagy a határmenti lengyelek, vagy az osztrákok, tök mindegy, de, de, de mi nem vagyunk azért. Tehát nem egy leugrok-sopronba távon vannak, még tőlünk sem. És Erről mindig, tehát nem is azt, hogy kitért, hanem minthogyha ez a dev nullba ment volna tényleg. Tehát nem, semmi információt nem adott erről. És aztán utána ö, beszéltünk, és akkor most egy kicsit mújó is beszélhet, hogy ö, nézegettünk, hogy kicsodák ők hol vannak, mert a neve az, 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 az mindig gyanús volt az embernek, hogy hát ez nem az a, a tőzsgyökeres szláv, vagy, vagy cseh hangzású név, tehát nincs egymás után három-négy mással hangzó. És ö, akkor, és akkor mondtuk Mujónak, hogy hogyan érdeklődje hogy már meg az evunos fiúknál, hogy kik ezek, mik ezek, vagy tudunk-e róluk bármit. Igen. Hát mondjuk annyit kértem még Mújótól, hogy esetleg a, a cseh ö, egyesületet is keresse meg, hogy, hogy most mi a túró van, de de majd ezt mindjárt Múlyó mondja, hogy mi a tapasztalat. Én elkezdtem utána nézelődni a dolgoknak, mert rémlettek nekem hónapokkal ezelőttről, hogy még az FVIS postafiókomba elkezdtek beputyogni eh, ilyen konferencia hirdetések, de aztán általában ezeket én spam listára teszem. Eh, Azt szóval a hónapokkal ezelőtt elkezdték vadászgatni így az európai... Eh, idézőjelben szervezeteket, meg a rendes szervezeteket is, és pár hónappal ezelőttről rém nekem, hogy pont az amsterdami esemény kapcsán valaki az EVUN Facebook csoportba föltette a kérdés, hogy tud ezekről bárki bármit, ki honnan jöttek, mert az egyetlen egy kapcsolat, amit sikerült találni, hogy valamelyik előadójuk az a Tvecától jön, ugye az a Nemzetközi Forgalmazói Szövetség, akik teljes melszélességgel kiálltak annak idején a TPD mellett, úgyhogy már eleve ilyen nagyon bizarr felütéssel indult ez az egész. Úgyhogy megkerestem azt a bejegyzést, és akkor így életre leheltem a hónapokkal ezelőtti kérdést, hogy na most minket is elkezdtek megtalálni, kiderült azóta bármi róla, hogy kik ezek, vagy tudunk bármi többet. És akkor elkezdték mesélgetni, hogy hát a, a Holland Fórumról már egyszer kitiltották őket, mert ott zaklattak mindenkit, hogy menjen és csináljon ezt-azt, amazt. Elkezdtem nézegetni a, a, a konferenciáknak a az előadóit, és, és ahogy Csárlis mondta, hogy sehol egy egyesület, sehol egy se semmi, tehát a, a, a hollandoknál nincs egy ismerős név, az összes előadó, az összes téma a forgalmazásról szól, hogy hogyan építsünk boltot. És aztán beúrott nekem egy amerikai cikk uh, uh, arról, hogy, hogy hogyan kezdtek elszaporodni az Egyesült Államokba az ilyen lehúzós kvázi csalók, akik uh, vép tanácsadónak hívják magukat, és kihasználva a, a bizonytalanságot, meg a hisztériát, ami a közelgő fd a szabályozás környékén van, elkezdték a, a szaktudásukat, idézőjelben vett szaktudásukat árulni a, a, a teljesen kétségbeesett boltosoknak, és ők megmondják nekik a tuti hogy hogyan kell szabályozás biztos boltot csinálni, aztán bekaszírozzák a pénzt, és másnap már egy másik államba csinálják ugyanezt, aztán bejön a szabályozás, és vagy úgy lesz, vagy nem, mert hogy senki nem tud semmit. És, és nekem egy kicsit, kicsit ez ugrott be nekem arról az előadás témákról, amiket látni lehetett, hogy, hogy mi, mi van ezzel, és tényleg mondom, Egyetlen egy, hát egy, azért Európában az elmúlt évek alatt azért néhány névvel már sikerült összefutnom, aki elektromos a témájában tevékenykedik, és egyetlen egy ismerős név nincsen sehol. Aztán erre rájött még egy lapáttal az, hogy a, a hollandok megírták, hogy ott náluk le is mondták a a közösségi eseményt, és simán átkeresztelték konferenciára, és egyik napról a másikra a korábbi 100 dolláros, vagy 100 eurós belépőt megemelték 1000 euróra, meg, meg ilyen nyalánkságok, és akkor megnéztem a szervezőnek is a honlapját, és, és látszik, hogy csináltak valami hasonló eseményt, mint a Bécsi tavaly Moszkvában és Kievben csináltak egy ilyet, és ott, ott készültek fotók, ahol uh, látványosan círgyű betűs feliratokkal még ecig is is vannak, meg, meg ilyesmi. Tehát lehet, hogy valami ilyesmit csináltak, és most akkor úgy érezték, hogy letarolnak mindent, de aztán nézegettem, hogy milyen expókat szerveznek még, és olyanokat, tehát így minden, ami most medvehagyma státuszban van, Drone Expo, Bitcoin, meg e, e, ilyen digitális kriptográfiai fizetőeszközök, 3D nyomtatás, tehát ilyen most, most menő felkapott témákban csinálgatnak expókat, és és aztán én, én arra a konklúzióra jutottam, hogy, hogy ezek igazából valószínűleg az amerikai lehúzóknak a rendezvényszervező megfelelői, hogy most ezt a bevezetés körüli káoszt és egyebeket meglovagolva úgy csinálnak, mint hogyha csinálnának valamit, beszednek egy marék pénzt, aztán ihaj, csuháj. Én erre lukadtam ki végeredményben. Hát amit még észrevettem, hogy olyan volt a, az egész, az elejétől fogva egy egy görbét fölrajzol nem is, csak egy, egy grafikont. A, az elején a nagy elánnal minden lesz, aztán aztán utána nézd meg a weboldalt, micsoda előadók és gyere és, és izéhozé, aztán meg ö, nyújtod a kis újjadat, hogy oké, okay, megyünk meg, tulajdonképp ö, neked a marketing költség semmi nem lesz, hiszen beengedsz minket, és csinálunk fotót, meg videót, meg anyámkinyát, ráadásul úgy, hogy mi még fizetjük a saját üzemanyagunkat is, és akkor innen eljutottunk odáig, hogy ö, én promótáljam, meg tegyem ki nekik legalább hetente egyszer a, a posztjukat, és utána a vége az az, hogy tegnap megkeresett már nem ez a figura, hanem egy másik, hogy ö, mi lenne, hogyha mint előadó a hazai helyzetről beszélnék az ő vépfesztjükön. <laughs> és, uh, ja, és ugyanezt megkapta X, meg Y is, tehát nem én vagyok a dedikált és kitüntetett megmondó ember, hanem ezt így, hát uh, nagyon nincsenek előadóik, és valamit, valamit kell, hogy uh, lehessen látni náluk számokat, hogy micsoda, mennyi előadó és milyen dolgokról beszélnek, csak ennek megvan az a hátulütője szerintem, hogyha találnak egy olyan embert, aki bár nem tudom, hogy milyen nyelven, mert, mert nem ismerem a hazai közönséget, hogy ki az, aki folyékonyan beszél, mondjuk csehül, de ha nem, és mondjuk angolul, és ha angolul sem, akkor magyarul, de akkor meg hogy érteti meg magukat vele, és tehát találj egy olyan magyar vépert, aki mondjuk, maradjunk az angolnál, angolul up to date a hazai helyzetben, és azt hitelesen a megfelelő információkat bárkinek el tudja mondani. Tehát benne van az a veszély, hogy oda megy valaki, ó mindegy ki, vagy csak gyere fel a színpadra és mesélj, hogy nálatok mi van, és akkor ó nálunk kurva szar a helyzet, nálunk ez van, az van, az van, ez nem lehet, azt nem lehet, az nem lehet, és egy ilyen mondjuk pont nem érdekelne, hogy hogy tájékoztatják félre a cseh vapereket az itthoni helyzetről félre esetleg, de tehát ez a... Betiltották. Ez a, ez a, hogy... Tehát valami határt meg kéne azért húzni, hogy ki az, aki, aki a színpadon valamilyen, valamilyen gondolatot közölhet. Nem az, hogy kevesen vagyunk, nem jönnél el beszélni arról, hogy nálatok mi a helyzet. Hát, bazd meg. Hát ezt már, Tudod, ő volt az az ismeretlen, aki, hála Isten, nekem a szűrőlista megfogta a Facebookon, láttam, hogy engedélykérés beszélgetésre, elolvastam, mit akar, engedélykérés megtagadva. Igen, ez is egy nagyon nívós emeli az egésznek a hatását és a, a fényét, hogy hónapokkal ezelőtt elkezdtek szervezeteket vadászni, aztán elkezdtek bloggereket vadászni, és mint mindenki elhajtotta őket a Francban most tényleg eh, magyar vapereket vadászgatnak és írkálnak rájuk, hogy Hello, jó fej, magyar vapereket keresünk, akik beszélnének erről és arról, tehát így, így mi lesz a következő. Benza. Eljönnek és így elra, el, elrabolnak gőzléreket, a, a, a trafikba menet. És Egyébként azt a fegyver, figyelj már, de mi, még mi jutott rá. az eszembe, hogy amit én még folyamatosan, hát nem folyamatosan, de megkérdeztem szerintem vagy háromszor tőle, hogy hogy segíts nekem megérteni, hogy a cseheknek miért ö, egy ukrán promóterre vagy rendezvényszervezőre van szüksége. Nem érti. Hát mondom, hogy miért rád? Tehát, hogy nincs a cseheknél, aki megszervezni, ö, ha megnézzük a weboldalukat, akkor akkor egy darab ö, cseh származású ember sincs a galeriben, csak ö, ö, nem is tudom, hogy ukránok, vagy oroszok, vagy, de hát ö, a nevükből lehet ö, sejteni, hogy, hogy mik, és tényleg, amit mondtál, megfogják ezt a mainstreamet, mit tudom is én, drón, bitcoin, elcigi, tisztára olyan, mint, mint itthon ez a elárulom neked egy hétvégi kötetlen, kötetlen két és fél órás beszélgetésben. Nem fontos a végén megvenni a 400 ezeres ágy nem üt, ami egyébként örök élet plusz egy nap, de, de ilyen uh, szintű, vagy esetleg a, a, a marketing, siker, sikeres marketing biblia uh, 11 lépésben, avagy, hogy szakmánál maradjunk, és te is biztos ismered, uh, kínálják mindenkinek a medvehagymaként is ismert PHP fekete könyvet vagy a 24 óra alatt hogyan legyünk mm -hmm. expert web SEO guruk könyvet. Tehát már-már ilyen szinten működik náluk a dolog, és ami tényleg, ami divat, vagy ami mainstream, azt abból, abból megpróbálunk egy, egy, egy ilyen rendezvényt kisajtolni. Voltam pár, nem ilyen, más rendezvényeken, ahol a Másik oldalon álltam, illetve nem én szerveztem azokat, hanem olyan embereket ismertem, akik szervezték is, és, és tényleg találkoztam el egyébként ezzel az archetipussal is, hogy. Honnan figyelj neked, nem gáz, hogy basz meg alig vannak. Hát ő igazából leszarja. Ő jól írta a szerződést, vége a rendezvénynek, kétnapos program, neki a végén marad 6,5 millió. De is mondom, hogyha szakad az eső, ja, hát úgy írtam a szerződést, hogy akkor is. Hát szóval ez is kb. olyan, olyasmi. Tehát mindegy neki tulajdonképp, csak valami legyen, és aztán ő, ő pénzénél lesz. Tehát... Há, ne, igen? Igen. Mondja, Charlie. Én csak azt akartam a végére zárszóként, hogy nem akarunk senkit lebeszélni, lehet, hogy egy baromi jó happening lesz, bár egy kicsit nehéz egy olyan országba elmenni, ahol nem az anyanyelveden beszélsz, és és érezd jól magad, és beszélges, és oldódj föl, és, és, és vegyülj el. Én nem tudom, hogy szerintem kevesebben beszélnének ott angolul az emberhez, mint amennyien mondjuk Ausztriában, vagy, vagy Németországban, vagy bárhol máshol ilyen vépfesten. De hát ez lehet, hogy csak egy ilyen előítélet. Én nem akarok senkit rábeszélni semmiképp, lebeszélni sem, mindenki eldönti magának mindenki felnőtt nagy fiú, illetve hát 18 évét betöltött, hiszen az elektromos cigaretta használata 18 betöltött életéhez kötött, tehát felnőtt emberek el tudják dönteni, hogy el akarnak-e menni vagy sem, de szerintem ez egy picit ö, messze van ahhoz, ö, és nem volt annyira meggyőző az utolsó 20 percben, amit mondtunk, hogy mindenféleképpen el kéne ö, ezért indulni. Én nem indulok el. Meg... Én... Uh, igen? Meg te sem, Na, Meg én sem. Én, én, én ugyanezt meg én szerettem sem. volna mondani félig, és fifika sem meg. <laughs> én ugyanezt szerettem volna mondani, hogy mindenki óvatosan kezelje ezt az egész történetet. Prága annyira nincsen messze, úgyhogy a társasággal tudtok menni, és ha ne adj Isten úgy alakul, hogy mégsem olyan, mint amire számítottatok, akkor egy jó prágai sörözéssel el lehet venni az élét a, a, a problémának, de hogy, hogy így a jelek szerint nem egészen arról van szó, mint aminek hirdetik magukat, úgyhogy csak óvatosan az egészszel. Ja, Meg még az jutott nekem eszembe, hogy már az volt eleve rettenetesen furcsa, hogy ugye itt volt uh, júniusban a, 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 az év, Európában tartott nemzetközi eseménye és konferenciája Varsóban, ahol tényleg aki élt és mozgott, megmozdult, és ott volt, és, és, ha végignézted a, az előadók listáját, akkor ott nem találtál olyat, akiről ne hallottál volna, hogy x éve elektromos cigaretta kérdésével foglalkozik, stb. stb., hogy, hogy, hogy mi, mi, miből gondolják, vagy mi, mire föl ez az óriási merészség, hogy potom másfél hónapra rá egy ilyen full Európát letámadó rendezvény sorozattal majd, majd valami lesz, már ez is rettentő fura volt, de hát majd meglátjuk. Kíváncsian várjuk a beszámolókat, meg a fejleményeket róla, de szerintem nem nagyon nyúltunk ennek a dolognak mellé, így a, a, az egész kapcsán. Egyrészt más, ezt ugye én meg a tartalékaimat az Dortmundra tartogatom, tehát ha, ha, ez egy a Bécsihez hasonló rendezvény lett volna, se megyek el. Mikor van Dortmund? Mond még egyszer. Szeptember, ha vársz egy Ja, várja, 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 12? Dortmund. Csak mert talán azt beszéltem, hogy 11-én jövünk haza ugye Angliából, és akkor csapatnánk Dort Emundba. Nézzétek-e Fifikának neki ilyen egy ujjal kell keresni a betűket a billentyűzetét. Hát az a helyzet, hogy le van oltva a villany nálam. Le van oltva e, a macska. És meg nincs világítós más. gamer billentyűzet. Az nincs világítós gamer billentyű. Egyébként manuális. lehetne a laptophoz. 16-18. Ah, 10. Szeptember. Mi van, 11? Akkor az 16, csütört, csütörtök péntek-szombat talán, vagy péntek-szombat vasárnap? Na mindegy, tehát... Ja, az már... Ö, 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 intézd. Intézd azt a három jegyet. Intézed, Fifika? Mert szíjat hasítok a hátadból, ha nem. Majd magamnak intézem a... Mi ez a VIP jegyet? A, figyelj, nekünk még mindig Te kell... Te meg majd a ott állsz kívül a kis arany lánccal elkerített részen kívül, és onnan fogod nézni, ahogy dobálak a kaviáros szedviccel. Hát azt mondani akartam, hogy nekünk, Krisztiána, még mindig hiába mossuk a fogunkat, a tökéletes mosolyunkat, még mindig benne van a szánkban a beluga kaviár és a, a szarvasgomba kellemes elegye, ahogy keveredett az ízlevő bimbóinkon, tehát nem, nyugodtan, nyugodtan. Ú, de várjál, ú, nagy para van. Mert én úgy vállaltam be a szeptember 17-et, hogy utána azt hiszem két hétvégét melózok. Éh, baszki. Baszki, baszki. Jó, ezt meg kell oldani ez egy majd challenge. El, majd eldöntött, hogy... Challenge. Jó, felőlem nem kell szeretni. a VIP, csak intézd a repülőjegyeinket. Okay. Felőlem aztán a te cégedély lehet a számla mindegy. Oké. Okay. Van egy másik menő témánk viszont, hogy ugorjunk egyet a pontok között, és az nem a hakniról szól, hanem az iszonyatos mennyiségű pénzről ami akár a mi zsebünkben is landolhatna, ha menők lennénk, de ennyire nem lehetünk menők soha. Ugyanis. Hát ugyanis a. a Mújó azt a, a roppant találó címet adta neki, hogy piacrombolás 2.0, de akkor ismertesd az alapjait, és körülbelül egy durva óránk van, hogy oda-vissza megköpködjük addig mindenki gyűjtsa a túrhát. Arról volna szó, hogy ugye a TPD jogharmonizáció és honosítása kapcsán a TPD-ben benne foglaltatik az, hogy a tagállamok a bejelentés kötelezettség kezelését szolgáltat, igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséhez köthetik, és az eddig nem volt meghatározva, nem került meghatározásra, és most fölébredt álmából az emmi, és nem volt elég szétrombolni és tönkrevágni a magyar elektromos a piacot május 20-ától a, a, a maradékot is még jobban tönkre akarják vágni, ugyanis egy nem csak éj, hanem termékenként értsd a nullás barackos likvid, a hatos barackos likvid, a kilences baraszkos likvid és a tizenkettes baraszkos likvid külön-külön, ugyanez az almásra, ugyanez a félómos kazánra, ugyanez ugyanattól a gyártótól ugyanaz a típusú kazánnak az egyómos verziójára, tehát minden létező termék variációra. Az igazgatási mi az fene, ez mindig bele zavarodok annyira nyakatekert neve van neki, tehát az igazgatási szolgáltatási díj 475 ezer forint a rendelet tervezet szerint. Ezt hát most mindenki rágja meg egy kicsit, hogy ez egy átlagos termék készlet esetén mégis mennyi pénzt jelent. Most nyilvánvalóan ennek abszolút egyenes következménye, hogy az amúgy is megritkított meg a TPD-vel amúgy is már eleve leszűkített piacot, még jobban szűkítik, tekintve, hogy itt annyi pénzről van szó, indokolatlanul, irgalmatlan mennyiségű pénzről van szó, amit épeszű forgalmazó és importőr nem fog megfizetni, hanem szépen azt mondja, hogy jó, akkor mostantól nem négy, nem öt, hanem egy vagy két erősségben fogom árulni a leveseimet, nem húszféle ízben, hanem háromféle ízben, és a maradékok árát, ami megmarad a piacon, azt meg jó, megemelem, mert hát valamiből vissza kell jönni ennek az eszetlen mennyiségű pénznek. Egészen, egészen elképesztő, és még elképesztőbb egyébként ennek az egésznek a hatásvizsgálati lapja, ahol írják, hogy 2016 folyamán 475 millió forintot terveznek ebből e, nyerni, tehát körülbelül ezer bejelentésre, termékbejelentésre számítanak. És ez egy érdekesség, a másik, a, ha már egyszer egy hatásvizsgálati lapról van szó, hogy egészségügyi és társadalmi hatásokra is kitértek, hogy ez a zseniális intézkedés, az intézkedés hozzájárul az elektronikus cigaretták szabályozott forgalmához, elősegíti a veszélyes, potenciálisan káros termékek kiszűrését a piacról, így közvetve hozzájárul a termékek használatának visszaszorításához, ezáltal az egészségkárosító hatás csökkentéséhez, a dohányzás további visszaszorításához. Mi a faszomról beszéltek? Tehát így Aigén egy torvonál, torvonással dohányzást csinálnak az elektromos cigarettából. Az, hogy szó nincs, tehát itt igazándiból administratív dolgokról van szó, nem nagyobb, mint 4 milli, nem nagyobb, mint 4 milli. Jöhet. Ennyi ennyi eldöntő, eldönteni valójuk van, semmiféle vizsgálatot nem fognak végezni, semmiféle dolgot, maximum átnyálozzák a, a forgalmazó által benyújtott előírt dokumentációt, hogy tényleg nincsene benne kakashere, vagy a jóisten se tudja. És ennyi de hogy itt semmiféle káros termékek kiszűrése és egyebek nem fognak bekövetkezni, és az, hogy ez bármiféle egészségkárosító, minek az egészségkárosító hatását akarjátok csökkenteni az elektromos cigarettával kapcsolatban és a dohányzás visszaszorításához. Folytatom. Csökken a dohányzással és a passzív, dohányzás összefüggés, passzív dohányzással összefüggésbe hozható megbetegedések száma. Ezáltal csökkennek az egészségügyre nehezedő költségterhek. A dohányzás és a passzív dohányzás által okozott megbetegedések ellátására fordított finanszírozás másra fordítható. Mi ennek az elektromos cigarettához, ami semmi egyebet nem csinál, mint csökkenti a dohányosok számát, és megspórolja azt a pénzt, amit egyébként a társadalom biztosításnak rájuk kellene költeni, mint dohányosokra. Társadalmi hatások. Az első pontban leírtakhoz kapcsolódóan a jobb egészségi állapotot, magasabb életszínvonalat és jobb produktivitást jelent, amelynek pozitív hatása van a magyar lakosság gazdasági helyzetére. Munkavállalók. A jobb egészségi állapot miatt jobb lesz a teljesítőképesség, csökken a hiányzások és a táppénzes napok száma, azaz csökkenthető elkerülete a dohányzás és a passzív dohányzás által okozott megbetegedésekből származó keresett kiesés. Munkaadó. Kevesebb hiányzás, táppénz, fluktuáció, hibázás, illetve a munkavállalók jobb produktivitása a munkadó szempontjából előnyt, termelékenységet jelent. Tehát ezek a szerencsétlen balfasz idióták, és nyilvánvalóan tudjuk, hogy szándékosságról van szó, súlykolják belét, hogyha amennyiben az elektromos cigaretta terjedését, hozzáférhetőségét megfelelően drasztikusan sikerül korlátozni, tehát igazániból mindazokat a dolgokat, amik ha az elektromos cigaretta terjedne, akkor pont ezeket az itt felsorolt egészségügyi és társadalmi pozitív hatásokat érné el. Tehát, ha megakadályozzuk, hogy elérjük ezeket a pozitív egészségügyi és társadalmi hatásokat, akkor elérjük ezeket a pozitív egészségügyi és társadalmi hatásokat. Mi van? Öh, valahol itt a mondatom vége. Hát, tehát öh, én gyakorlatilag hónapok óta szembesülök azzal, amit most így rácsodálkozik az emberek többsége. Nyilván ezt a szállat, a horribilis bejelentési díj húzta most föl így a pellengére, de maga az adatszolgáltatás kitöltését segítő magyarázó szöveg, az már elég régóta uh, kint van, és elég régóta lehet tudni, hogy tele van őrületes, bődületes, tehát nem is tudom elmondani, milyen baromságokkal. Tehát ha ugyanezt a lapot mondjuk a pepsi kólának ki kéne, vagy a coca kólának értelemszerűen tölteni, akkor a végére kurva nagybetűkkel odaírnák, hogy kapjátok be az összes faszomat. Tehát az, hogy te a receptúrádat kiad gyártó, beszállító, mennyiség, tehát érted, mindenféle összetétel szerint ad meg a, a kas számot, add meg a különböző besorolási számait az összetevőidnek, a mennyiségeket milligramban kifejezve. Meg. így meg, olvasod, és nem érted, hogy mi van. A legszebb a kibocsájtás című fejezet, amit már nagyon sokszor megköpködtünk, de ezek tényleg komolyan gondolták. Tehát, hogy a még be nem ö, regisztrált készüléken, tehát egy, add meg, hogy milyen készüléken mérted a kibocsájtást. Milyen módszerre, mert van módszer. És azt milyen mértékegységben és mennyiségben tette az eszközöd? Milyen toxikus anyagokat bocsájtott ki? Milyen nem toxikus összetevők vannak benne? Miről beszélsz, bazd meg? Tehát. csak így nézel ki a fejedből, tudod, és ha bazd meg, tehát ezek a megfuthatatlan körök. Tehát egyszer befizetsz 475 ezer forintot. tudod, én mi vég... a Egy név, hát ha beugrik róla valami, igen, 22-es <laughs> nem... 22 csapdája. 22 22-es <laughs> <laughs> én végeztem pici fejszámolást, érted? Van 10 likvidünk négyféle erősségbe a magyar piacon jelenleg. Annak a bejelentési díja az kereken 19 millió forint. Ahhoz, hogy én nullán legyek, tehát elfáradjak, hogy az állam bekaszálja ezt a 19 millió forintot, 126.666 likvidet kell eladnom. 126.010 milliset? 126.666. Más miatt nem darab, tudsz, mert 10, 10 milliset, persze, mert más kötelező. Hogy más miatt nem, nem fogsz tudni. 126666 darabot kell eladnod, hogy nullán legyél. Érted? Lesz, És leszámoltad, a... hogy az... De várjál, ebbe beleraktad a, nem csak a, a nettó költségét ennek a sok szarnak, hanem a, a járulékokat, a mindenféle társasági adót, a, a, az összes nem, olyan... Nem, nem, ez csak. Nem. Nem. Ez csak ezt ez csak a, ez, várjá, ez csak a, a a munkadíj után való, tehát csak a munkadíj levonása, tehát ebben nincs benne a rezsia, a cégfőntartás, a könyvelő. akkor az, az, nem 126 ezer, Nincs, hanem... benne, várjá, nincs benne az a két laboratóriumi vizsgálat, ami minimus, minimálisan szükséges. Tehát az egyik az a toxikológiai vizsgálat, a másik ez a kibaszott rejtelmes kibocsájtás nevű vizsgálat, ami, ami után most szaladgál szerintem mindenki aki forgalmaz egy gyárt, hogy ez ugyan mi a tököm lehet. Na majd mondok még egy olyan amit élvezni fog Szifika. Várok Szerintem én már mindent kiélveztem. Mindezt egy, egy egyébként egységes uniós elektronikus kapun kell bejelenteni, ahova be kell a cégedet regisztrálni, és Hogyha mondjuk neked van egy egószetted, figyettet ezen besírsz, van egy egószetted, aminek tudod a paramétereit. Meg kell adnod, hogy Európa más országában milyen számon forgalmazzák még ugyanezt a készüléket. Mi van, baz meg? Honnan a faszomból tudja érted? hogy ezt Féféka, még ki? így é, hol? nevelik és így nevelik ki a jövő statisztikusait? És milyen milyen számon. csatoljak be hatás ö, tanulmányokat vizsgálati anyagokat, ha tudomásom van arról, hogy ennek bármilyen hát, ö, nem is tudom toxikus kibocsátása van? Tehát én, 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 bazd meg, én csatoljak be tanulmányokat, mintha én nem is tudom, mi lennék. Ö, azon kívül ö, nyilatkozzak már arról, hogy megkívánom-e majd szüntetni valamikor a terméket. És akkor, és, és akkor tud, így rátszakad a víz, és, és elkezdesz gondolkozni, és akkor megint 475 ezer forintot kell kifizetnem. Nem, azért hogy, azért, hogy ne gyárthassam. Tehát nem, ezt rosszul gondolod jutányos áron csak 306 ezer forintba fog, fog, kerülni a bejelentésed módosítása. Krisztián, hogy, erre, erről hogy nem gyártod, érted? tönkrementem, tönkre és Cs. még fizetek 306 ezer forintot, hogy, hogy ne gyártod, mi akkor gyártom tovább. Krisztián, Krisztián, erről beszéltünk délután Fifikával, hogy, hogy módosítod, mert ugye már nem fogod árulni. Viszont hát sajnos ilyen a magyar piaci helyzet, hogy KFT-k jönnek, mennek, bedőlnek. És utána mi lesz? Nem, nem csak hogy te, meg majd a gyereket, hanem még az unokád is ennek a kivezetési költségét fogja. Tudod, így kimegy hozzáad a kimegy hozzáad a végrehajtó, ja, és ne haragudjon, az édesapjának volt 40 darab likvidje a piacon. Igen, ez, tudod, és akkor kész. Talán Finnországban van ez, hogy nem úgy veszel, tehát fölvehetsz ott száz évre lakás lakáshitelt, és majd az unokáid is azt fogják fizetni. Itt is ez lesz majd, hogy ilyen generációkon átívelő tudjátok, ami volt 2017 elején a nagy nikotinválság, Ach, azóta, azóta van ez kis unokám. Na de ami, ami, ami nekem itt közben jegyzeteltem, irogattam. Már ez hat szúrjam közben fifikának. Ha, ha te fölírtad, mert én nem írtam föl, és el fogom felejteni. Jó, Szóval, hogy ezt most így elsoroltad a fájdalmadat, Fifika, hogy ez neked mennyiféle probléma, mennyiféle költség, mennyiféle elképesztő vizsgálatot kell kifizetni, stb. stb. Egyáltalán nem biztos, hogy ezek mellett is elfogadják fogadni a te bejelentésedet, és buktad a 475 termék termékdarabonként. Tehát itt nyávogsz basszus, hogy ez miféle méltatlan mennyiségű teher, munka és egyebek. Nem olvastad az emi hatásvizsgálati lapját? Hadd idézzek neked belőle. A bejelentési kötelezettséget a nem, nem dohányzók védelméről szóló törvény és végrehajtási rendeletet teremtette meg minimális administratív teherként a piaci szereplők részére. Oly módon, Sör a látét! Oly módon, hogy a bejelentés központi elektronikus rendszerben történik, melynek használata nem igényel ráfordítást a piaci szereplők részéről. Hát Ezt komolyan. az emmi hatásvizsgálati lapja írja. Hát <laughs> De nem, nem. tudom miről, mi, miféle költségekről és terekről beszélsz. Hát komolyan mondom, magam alá marok. Tehát ez a, ez a, a, egyébként a kegyelemdöfést, az, az, azt a legutolsó mező tette be nálam, ez a nyitó és utántöltő mechanizmus rej, leírása. Érted? Gyerek, bazmeg. meg. Tehát Lenyomod, F tehát hogy érted, erről egy regényt kell majd írni. El, elmondom, véletlen. hogy a, az alapvetően hol basztátok el a dolgot. Na. Hogy ez nem 475 ezer forint. Ez egy, ez egy sajnálatos és ö, mm. nagyon ö, nagy hiba. Ö, elírták 4750 forint lesz, fiúk csak. 4 ha elég nagy a pofán, csak ennyi lesz de tovább megyek, ez, ez csak egy ilyen gyenge vicc volt, 475 ezer forint. <kül> ö, úgy dönt ö, Ehümér, hogy ö, holnap beindít egy elektromos cigaretta nagy kereskedelmi vállalkozást. Mindenféle ö, céget létrehoz, aminek az alaptörstőkéje minimum 3 millió forint most már, az azt jelenti, hogy 3.0 millió forinttal kell rendelkeznie papíron, ugye, de hát kell. Na. Azt mondja, hogy szeretné, hogyha lenne a polcon készülék kazán likvid, de nem nagy étkű, ezért ő csak egy jól bevált terméket szeretne behozni a piacra mindenből. Kinéz egy készüléket, amihez kinéz egy kazánt. Ami kazán nem felújítható, hanem csak a betétet kell cserélni, de a kazán tartalmazza ezt. Itt megfizeti szintén a 475 ezer forintot, a második tételnél járunk még mindig csak. Majd, gondolván azokra az emberekre, akik több ideig szeretnék használni, mint egy hónap, azt a betétet, ami az előző kazánban is benne volt ugyanaz, azt szintén megkéri rá a vizsgálatot, az engedét, a harmadik tételnél járunk, és ö, ez az ehümér, nevezett ehümér, legyen kovács ehümér, nagyon-nagyon tudja, hogy melyik a kedvenc íze a hazai vépereknek, és mivel ö, ő sok rosszat hallott a nikotinról, ezért nikotinmentes málnás likvidet szeretne forgalmazni. Ezt az egy ízt, hogy valami a kazánban is legyen, mindösszesen négy, azaz négy darab tételről beszélünk, aminek csak a bevizsgálási és egyébként az összes ilyen papírmunkával járó díja 1,9 millió forint. Ez hozzácsapom gyorsan a 3 millióhoz, ez 5 millió forint, 4,9, de én úriember vagyok, 5 millióra forint, 5 millió forintra kerekítek, és, és még nincsen raktárhelyisége, nincsen semmi olyan objektuma, ahol ezt tudná tárolni. Egyébként mondjuk ugye nullás likvidről beszéltünk, és a fene tudja, hogy éppen nekik mi lesz a jövedéki termék, hiszen az elektromos cigaretta is cigaretta nekik, tehát lehet, hogy amikor meghozzák majd a, a szabályozást, úgy döntenek, hogy tulajdonképp maga a modkészülék is elektromos cigaretta, dohány termék, és azt is jövedéki adóraktárban kell tárolni, a jövedéki adóraktár <sínt> ö, biztosítási kereteiről múltkor beszéltünk. Mennyi volt fifika? 50 vagy 200? Ö, 20. 20. Bocsánat. Bocsánat. 20. Indig elragadtatom 20 -a magam. Kezdeni. 20. 20 milliónál kezdődik. Jelen pillanatban tehát Kovács Ehümérnek van egy darab likvidje, három darab illetve egy kazánja egy patronja bele, már egy felújítható fej, egy készüléke, és 25 millió forintnál jár. És még senki nem árulja a 25 millió forint beruházással a raktárba betárolt cuccait. Tehát semmi garanciája nincs arra, hogy ezt bárki meg fogja tőle venni. A fél év delay ugye számoljuk bele. Uh, aztán ott van a kivezetési költség, mert hiszen új termékek jönnek be, uh, ez már jóval volt csoba, hogy Krisztián mondta, tehát pillantok alatt meg tud tőle szabadulni, ki tudja vezetni, uh, nem vagyok köcsög, nem lövök nagyon fölé, 30, azaz 30 millió forint az, amivel neki kell indulni egy ilyen játéknak. Uh, segítsetek, hogy a kényszervállalkozók nagy részének van otthon 30 millió forint a párnaciában, hogy, hogy belevágjon a, a bizniszbe? A jó fifikán kívül. Nincs. Aztán. Hát a követ... jó bank, figyelj, jó bankot kell keresni. Ja persze, ja. Ö, ö, cetelem hitelt, amit kredigennel kiváltasz, és aztán azt átviszed ö, valami másik. Valamelyik adósságrendezőbe. Adósságrendezőbe, hallod, nem viccelek, van ilyen kollégám kettőt pörgetöd, oda-vissza. Vigyázzál. És mit vesz belőle? Műszaki cikket. Ne. Na, de. Ne. De. De ez off. Aztán. Igen, itt a dohánytermék volt nekem kérdőjel, ezt ugye itt föltettem az előbb már. A következő, említetted a laborvizsgálatot, és, és én felszeretném hívni a az illetékesek figyelmét, hogy nem szabad ezt ilyen trehányul, tehát nem szabad ezt úgy, hogy Kovács Ehümér bárhova elmehet egy független szakértőhöz, hiszen fene tudja, lehet, hogy nem rátermett az a szakértő, vagy lehet, hogy nem kompetens. Szerintem ö, majd a hatályos törvények úgy lesznek módosítva természetesen, hogy senkinek nem lesz az ismerőse, de mégiscsak egy Hitelesített magyar labornak lesz elfogadva a vizsgálati jegyzőkönyve. Véletlenül lesz valakinek egy unokatestvére, akinek van egy ilyen laborja. Ö, vagy lehet, hogy nincs, csak, csak lesz egy ilyen. Mi? Csak tudnia kell kezelni a Google-t, és így megnézi, ez olyan, mint ott, ez már valahol ki volt adva, várjál, googlizok, hogy egy PDF-et, aha, ez nem felel meg, mert hasonlít, ez is kék, ez nem jó, ez, ez túl káros, az meg, ez kék. De hát, uram, ez, ez nem az a termék, a ah, mindegy, az meg ez kék, ez nem lehet. Akkor a pénzem kérem vissza, Ö, az se lehet. Szóval, uh, itt járunk idáig, és aztán uh, a leges, legutolsó, uh, sok vitát uh, generáló és uh, kiváltó kérdésem az az lesz, hogy uh, ez, a, ez a mai uh, posztod után érlelődött meg bennem, nagyon szép hosszút írtál. Az egyik, az az, ez egy ilyen nagyon off-topic. természetesen rengeteg munkaórád van benne, viszont megint nagyon sok benne a link, és ö, olyan dolgok, amik ö, szorosan nem szerintem nem ö, a 475 ezerre reflektálnak, de mindegy, ne is ezen akadjunk most fönn, hanem, hogy kinek kéne ezzel ellen ágálni. Mert ö, te is kitette, de én is kitettem, Blacky is kitette, más is kitette. Osszátok meg, írjátok át, küldjétek el. Csak hogy szerint... Mai még van időtök. Igen, ig hát bocsánat, nem. Akkor már, amikor ezt hallgatják, akkor már nem lesz idő. Akkor már nem lesz. Akkor még. tegnap éjfélig volt időtök. Miért nem tettétek meg? De. Ö, miért az ő dolguk? Ö, értem én, hogy te mit szeretnél, csak ö, ö, szerintem ez most azért az összeg, illetve az összeg ellen ágálunk, ami, ami a regisztrációs díj és egyéb adminisztrációs költsége egy ilyen tételnek, amit lássuk be, hogy nem a végfelhasználó fog behozni, nem a végfelhasználónak lesz tőle kerekebb Az szólhatok beszólhatok, Charlie? Hát ezt hadd mondja még végig egy pillanat. Jó, mondd végig. Tehát nem neki lesz tőle több a pénztárcájában ő a végfelhasználó, aki a sor legvégén áll, és minden, ne tévesszem meg senkit, minden egyes forint, amit rá fognak pakolni, pakoltatni, vagy így, vagy úgy, hogy legyen valami a piacon, mert valaki küzd azért, hogy ő még tudjon árulni, azt, azt senki nem fog ilyen, ilyen ö, mindenféle szerzetes rendi ö, elvek mentén azt mondani, hogy nem, nem, én ezt a 475 ezeret, ez bizony lenyerem értetek. Ott gondoljatok bele, amit Fifika mondott az előbb, hogy hány tízezer palackot kell neki a nullához eladnia, és ő még, még nagyon sok költséggel nem számolt. Szóval ezek fogalmazottak meg, mert nem bárki írhat, de szerintem a leges, legfontosabb az lett volna tegnapig, hogy a kereskedők hallassák a, a hanguk, hangjukat a témában, mert az ő jól felfogott érdekük, amit Fifika mindig, ö, hogy is szokott fogalmazni, hogy ö, ezek a... Ö, ez már már majdnem a felszopó emberek kategóriába esik, hogy, hogy miért kell nekem megköszönni, hogy az, amit én kifizettem, az időre ideért hozzám a kereskedőtől, az a termék, amit megrendeltem. Tehát... Maga, amit mondott, hogy fordítva ülünk a lovon. Tehát szerintem ilyen szempontból picit ez is fordítva lovon ülés, hogy nem a, a, végfelhasználónak harcolni kell, csak nem ezért. Szerintem. És akkor ez legyen a vitaindító gondolat részemről. No. Egyet értek veled, és nem értek egyet. Egyrészt egyetértek veled, mert nyilvánvalóan ez masszívan érinti az összes importőrt és forgalmazót, tehát baromira verni kéne a palávert, hogy az eleve megtépázott üzleti lehetőségeit kvázi ellehetetlenítik egy ilyen intézkedéssel. Úgyhogy igen, nyilvánvalóan az importőröknek, gyártóknak és terítőknek, nagy kereskedőknek baromira üvöltöznie kéne amiben nem értek veled egyet, az az, hogy ez nem az én, nem a mi, nem a végfelhasználó feladata lenne, hogy ágáljon ez ellen az összeg ellen. Dehogy nem és te is levezetted, úgyhogy nem értem nekünk, miért ne kell ez ellen ágálni. Egészen egyértelműen nyilvánvaló, hogy ennek az intézkedésnek a levét, ezt mind-mind a véghez, végfelhasználó fogja meginni. Egyrészt azért, mert ami termék marad, annak föl fog menni az ára, mert valahonnan vissza kell hozni azt az extra költséget, amit most rá akar lőcsölni az emmi ezekre a termékekre. Másrésztről pedig mi iszunk meg azt is, amikor ö, eltűnik a termékek 80%-a a polcokról, mert nem lesz bocsánat, bocsánat. egész egyszerűen fenntartani. Bocsánat, kettő dolog. Ok, okozat, ez az egyik. A másik pedig, hogy ugyan Fifika kutyája, és a harmadik, hogy ö, ö, plastikus példát mondok, Fifika, ha nem jó mondom, akkor javítsák ki. Ez pontosan olyan, mint amikor te otthon nem készíthetsz kenyeret. Te csak a péktől vehetsz kenyeret. A liszt árát központilag megemelik, illetve liszt bevizsgálási díjat fizettetnek a pékekkel. És a pék azt mondja, hogy árat kell emelni. Azért kell árat emelni, mert nem lenne rentábilis, hogy ő ajándékba adja a kenyeret neked. Most az a kérdésem, hogy ez megtörtént már többször az utóbbi négy-öt évben. Pont ez a liszt, és pont a, az áremelés, és pont a kenyér, és pont a pékek. Hányszor volt tüntetés ö, magán civil személyként, kezdeményezésként, hogy tüntetünk azért, hogy a kenyér ára ne legyen ennyi vagy annyi, a liszt ára ne emelkedjen, ez még jobb így. Azért tüntet a pék, mert ő nem akarja, nem tudja, ő csak be akarja építeni a saját árába, mondjuk az ő, munka költségeit, és hogy valamennyi haszna legyen. De ő az, aki, aki konfrontálódni fog a végfelhasználóval. Ő az, aki ezért a hangját fölemeli. Én még nem láttam tüntető embereket az utcán, hogy már pedig a lisztet ne emeljétek meg, mármint az árát. Szóval de Cs a... nem teljes az analógia, Charlie, mert itt nem arról van szó, láttál te közben Pékséget, aki azt mondta, hogy a 35 féle kenyeremből mondjuk 20-at nem fogok gyártani jövő hónaptól? Nem. Ezért És itt mondtam, ebben az eset... várjál, várjál, nem. Ezért mondtam az analógiát, ezt levezethettem volna 35 kenyére is, de azt kéne megérteni, amit mondtam, a, lé a, lényeget ugye, hogy a lisztet emeljük meg, a Péknek kell emelni, ha nem emel, vagy nem akar, vagy nem tud, akkor neki kell kimenni, vagy ő megy ki az utcára, hányszor találkoztam még egyszer kérdezem, olyan demonstrációval, vagy ugye, sőt, üzemanyag áremelés, mikor a kamionosok azt mondják, hogy hát akkor akkor emelkedik minden. De nem mész az De utcára kérdés azért, kérdés mert ez, hogy drágább lesz a, a, a farmer, vagy a zaku, hányszor mentél utcára? De Charlie, az emberek nem halnak bele abba, hogy drágább lesz a kenyér. De ezért Abba mondtam, viszont, hogy, hogy analógia. A... Tehát én azt reméltem, jó, hogy jó, föl Csak fogod, hogy nem jó vagy... analógia. De szerintem pedig ezért kértem, hogy Fifika, te is figyelj és hallgass, hogy, hogy mennyire érthető, Kifik élhető. És, hallgat. és mennyire, mennyire analóg a dolog. Megvárom, amíg kibeszélitek magatokat, aztán... <kül> jó, hát részemről Hozzá... ennyi volt, Hozzá... ha nem lehet... Van még egy rövid reflektálni valóma dologra. Tehát ahogy a különadók esetében is volt, nyilvánvalóan senki nem fog az utcára menni, hogy ne adóztassák meg a telekomot, meg a bankokat, mert rohadjanak meg a bankok és a többi, és a többi. De ahogy akkor is elmondták, hogy ezek a különadók nem fognak visszagyűrűzni a lakosság pénztárcájába. Nem a frász, nem. Hát mégis mit vártak, mi fog történni? Pont ugyanerről van szó. És Abból a szempontból nézve igazad van, hogy egy kicsit visszásnak hathat a helyzet, hogy én érvelek azért, hogy a forgalmazóknak, meg a gyártóknak kevesebbet kelljen fizetni, amikor én egy végfelhasználó vagyok. De könyörgöm, lássunk már tovább egy kicsit a, a, a szemellenzőn túra, hogy ezeknek az intézkedéseknek a vége az lesz, hogy A, és tudjuk, hogy az elektromos cigaretta, működése szempontjából, hogy valóban ki tudja váltani a dohányzást, szükség van arra, hogy a milliárdféle íz és a milliárdféle készülék és kazán stb. elérhető legyen. Ez az egyik legerősebb vonzereje, ettől tud a legjobban működni, mint ártalomcsökkentő alternatíva. Hogyha ezeket kicsinálják és megszűnik az a hatalmas termékpaletta, ami ezt a választási lehetőséget jelenti, nyilvánvalóan kevésbé lesz vonzóbb, mind a dohányosoknak, mind a nemrég átszokottaknak, meg akár még a régi motorosoknak is, akik nem maguknak kevernek stb. Tehát az egésznek az lesz a vége, hogy lényegesen népszerű, népszerűtlenebb alternatíva lesz az elektromos cigarettázás, mint a dohányzás. A költségek, amiket detó a végfelhasználóra fogják lőcsölni, elveszti az elektromos cigarettázás az árelőnyét, még jobban elveszti a dohányzáshoz képest, és pontosan tudjuk a felmérésekből, hogy ez is bizony nagyon sok embernek nagyon fontos szempont, hogy a megfizethetetlen kategóriába átsúszott dohánytermékek helyett lényegesen gazdaságosabban, költséghatékonyabban tud hódolni valamilyen módon a korábbi szenvedélyének, ráadásul egy lényegesen kevésbé káros módon. És nekem, mint végfelhasználónak, én nem azért írom ezt, mert magamnak keverek, tehát igazából nem érdekel, hogy a 10 ml likvid mennyibe fog kerülni a végén a trafikba, mert nem érdekel, de magával az elvel van a probléma. És nekem, aki nem azért dolgozok, hogy nekem olcsóbb legyen az elikvidem, vagy marinének olcsóbb legyen az elikvidje, hanem azért güzülök, hogy az elektromos cigaretta, mint uh, csökkentő alternatíva ne dögöljön meg ebbe a szerencsétlen országba. Nekem igenis egy ilyen intézkedés ellen kötelességem fölemelnem a hangomat, és igazából bárkinek, aki egy kicsit tovább lát a szerintem kötelessége lenne, hogy fölemelje ez ellen a hangját. Mert itt végeredményben erről van a szó, hogy kicsinálják, ellehetetlenítik az elektromos cigarettázást, És ez nagyon-nagyon ez, ez durva. És még egy fél mondatot, ha megengedtek, hogy hosszú Lelövöm. volt, amit írtam. That's Lelövöm. Kurva Hosszú volt, amit írtam, euh, linkek voltak benne, stb., de ha megnézed a struktúráját az egésznek, azzal a felütéssel indít, hogy közlöm velük, hogy amit állítanak a hatástanulmányban, az hazugság. Utána néhány bekezdésen keresztül levezetem, hogy miért az, ott nyilván be kell tennem linkeket, mert nem mondom be blindre, hogy ez is az a tanulmány, ha nem teszek rá linkeket. És miután kialakítottam azt az alapot, és levezettem, hogy miért hazugság, amit állítanak, utána térek rá, hogy ennek az intézkedésnek egyébként, hogyha mindezek ellenére neki mennek, népegészségügyi szempontból milyen következményei lesznek, és ezzel lenágálok én. Tehát szerintem kerek volt, ha neked nem tetszett akkor is, és akkor most befogom a számat. Na, azt kell, hogy mondjam, hogy... hogy azt nem mondhatom, hogy senkinek nincs igaza, hanem hogy mindenkinek elhagyta egy pici féligasság a, a száját. Tehát a, a mostani törvénytervezet ezzel a 475 ezer forintos bejelentési díjjal egyértelműen arra játszik rá, hogy a piacról kiszabályozza a picsába az összes elektronikus cigarettát után töltöd bármit. Amin ugye azért csodálkozunk, mert mert egy, egy olyan kör kapta meg a, a forgalmazást, ami, hogy, hogy szépen mondjam, a, 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 kor, a kormányzatnak kedves helyen, módon és előírás szerint forgalmazza az elektromos cigarettát. Tehát ugye jött először az első sok, hogy megszűntek a, a szaküzletek, E, azt most valahogy túléltük, és jött a második sok, ami a, a nagykereskedőket érinti, tehát akik e, át tudtak fordulni, mert volt e, tőkéjük, e, tehetségük, készletük. E, minden egyéb fölkészültek voltak az új piaci körülményekre, és be tudtak erre a piacra lépni, most azokat ö, ö, veszik kvázi górcsi alá, és írtják ki erről a piacról. Tehát amikor arról beszélünk, hogy ezzel mindenkinek ágálnia kell, és tiltakoznia, akár gyártó, akár forgalmazó, akár felhasználó, akkor gyakorlatilag az elektromos cigaretta Magyarországi létéről beszélünk nem másról. Tehát nem, nem arról van most ebben a, a törvénytervezetben szó, hogy hogy hát a büdös nagykereskedők most megfizetik az árát annak, hogy a piacon maradhassanak. Nem egyszerűen arról van szó, hogy hogyan lehet kicsinálni most erről a, a piacról van, de nagyon masszívre. az elektromos cigarettát. Köszönöm Krisztián, hogy így figyelsz. Nekem ez, ez volt a véleményem. A másik az, hogy én... Figyelek, figyelek, csak kifordultam egy fél mondatra, bocsánat. Én körbe telefonáltam azokat a kereskedőket, forgalmazókat, akik a számomra kvázi fontosak, és ez inkább a, a személyes benyomáson alapszik, mint a, az üzleti teljesítményükön. És mindenki vette magának a fáradtságot, és ha egy pár mondatba is, de, de írt ehhez a, a dologhoz nyilván a, a saját szavaival és megfogalmazásában, és tett le az asztalra. Tehát attól függetlenül, hogy mi nem látjuk a Facebookon, hogy, hogy XY kereskedő írt egy kvázi hatoldalas tanulmányt, mint a Krisztián, és abban jól megmondta nekik, és jól elküldte őket a francba. Ennek ellenére azért én azt gondolom, hogy nagyon sok vélemény bement. Biztos vagyok benne, hogy, hogy na nagyon sokna menjetek a Büdös-Picsába kezdetű ö, levél is ment, de egyébként meg ennyi erővel így hároman kiállhatnánk ide a dóci kert végébe, és ott belekiállhatnánk a pusztába ugyanezt, meg gondolom, hogy ez a Trash című mappába fog landolni, és kurvára nem fogja őket érdekelni, hogy ki, mi a vélemény, és hogy Krisztián mondjuk mennyi munkát, energiát fektetett abba, hogy megírja ezt a, a levelet. És ö, nekem, nekem egyébként ez a legszomorúbb ö, fejlemény, hogy bármit írhatunk, bármit mondhatunk, egyszerűen ez a pusztába kiáltott szó kategóriája lesz, tehát még, még arra sem fogják méltatni a beadványainkat, hogy elolvassák. Ha beírsz nekik, akkor még megmondják, hogy hát a maga beadványát a 113-as sorszámon sikerült regisztrálni. Köszönjük szépen, társadalmi egyeztetés vége, pont ennyi. Mm -hmm. Ebből muszáj nekik csinálni majd egy összefoglalót, amiben összefoglalják, hogy miféle csoportosítás. Szerintem miféle már, már megvan meg ez az összefoglaló, tehát ne legyenek kétségeid, Krisztián, hogy, hogy hmm, végig is fogják a... olvasni. A T7404-ben benne voltunk, tehát azért ezt a hatalmas visszajövő apparátusban, azért van egy-két ember, aki alacsonyabb szinten dolgozik, és ő tényleg dolgozik napi 8 órá. Tehát ezt összefésültették, lekörmöltették, az az, hogy foglalkozni érdemben, nem fognak vele, és senkinek nem fogja befolyásolni a, a, a véleményét, meg semmi nem fog változtatni. Ez igen valószínű, de ettől függetlenül ez le lesz dokumentálva, jegyzőkönyvezve, és ott lesz egy ilyen összefoglaló jelentés arról, hogy, hogy mi a fene történt ezzel. Nyilvánvalóan ezzel mi nem vagyunk kiebb a vízből, de hogy, 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 nem egy, egy, egy fiók mélyének irkáltunk. És nyoma lesz, hogy egyszer csináltunk egy ilyet. Én reménykedem benne, és most megint le fogsz oltani, hogy ne legyek ilyen optimista, hogy amikor eljutunk oda, hogy majd a, 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 a bíróság előtt vannak ezek az ügyek, hogy miféle mulasztásokat ö, vittek véghez, vagy miféle mulasztásokat mertek megengedni maguknak ezek a tisztségviselők, és akkor majd védekeznek, hogy de hát nekünk senki nem mondta, akkor elő lehet húzni, és ott lesz a hivatalos irat, hogy uram már pedig önöknek fölhívták a figyelmét erre a problémára, nemzetközi tanulmányokkal, stb. mindenféle egyebekkel, és akkor majd lesújt az igazságszolgáltatás bárgya. <laughs> Ez Krisztián akkor lesz, hogyha te forradalmat csinálsz, és mondjuk hatalomra kerül a, hát nem akarom ezt a csúnya szót használni, hogy paraszt kormány, de valami hasonló, tehát hogy egy ilyen né népi ítélő tábla, ahol nem jogászok, hanem józan eső emberek ülnek, tehát ab, amire esély nincs, na akkor lehet ilyen elszámolás. Egyébként ez te is nagyon jót ott hogy a jog az egy akkora takaró, ami bármit képes betakarni. Ennél csak egy nagyobb takaró van, és én azt szánnám nekik, szegény elhúgy Bud Spencer jobb tenyerét. Az is nagyon be tud takarni. Hú, de rájuk férne. Na még annyi jutott közben eszembe, amit mondtál Fifika, hogy mert fene tudja, hogy ki mit oszt meg, mert lehet, hogy a boltos is. Én nem találkoztam, de javítsák ki, vagy mondj egy linket, ahol láthatnám, hogy ugyanúgy megosztotta a Facebookon, csak mondjuk a, a bolt elérhetőségén, hogy ezt írjátok alá. Legalább annyit, hogy ő is terjeszte az ismerősök, vagy a, a Pacienseket akartam mondani, de a, a, a vásárlói között. Tehát, amíg ezt nem látom, addig addig nem tudom ha, de összehasonlítani. De milyen Charlie? Már nincs bolt. Krisztián, tudod, hogy miről beszélek. Tehát Ennyire tudom. ne legyünk ö, ö, hogy mondjam naivak, ö, vagy álnaivak. Tudjuk, hogy szemellenzősek. Nem szemellenzősek, álnaivak. Mert tudjuk, hogy vannak boltok, tudjuk, hogy hol vannak boltok. Legnagyobb ö, Megdöbbenésemre folyamatosan tudok Fifikának olyan hírekkel szolgálni, hogy képzeld elmentem a. Ezen, <coughs> ezen kiakadsz. Ilyen olyan plázába, és most direkt nem mondom meg a hely nevét, és várjál? Igen. Még a pláza szó sem biztos, hogy benne van. Tudod, a neveket és a, a dátumokat megváltoztattuk, de egyébként a történet nagyjából ugyanaz. És amint elsétálok, kedvenc boltom, és nem elektromos cigaretta boltom felé, eltekintek jobbra, avagy ha másik irányból jövök, eltekintek balra, és megtekintem azt az elektromos cigaretta boltot, aki eddig elektromos cigarettát árult, most már árul ledizzótól kezdve zseblámpáig mindent, és ahogy más ember mondta nekem, és nincs benne úgy mondjuk a, a az elektromos cigaretta szénában mondjuk, mint te vagy, Fifika vagy bárki más, hogy odajár hogy jár minden másnap, és mi az új készülék, hanem, hanem valakinek az ismerőse, és ö, pult alól még most is, de hogy tudsz mondom, de, de, hát mondom, hogy, hát azt mondja, két napja vettem nikotinos likvidet. A van, ami egy plázában van, szerződéssel ott van a plázában, árul elektromos cigarettát, utántöltő folyadékot, és a többit, és a többit, amit már hetek óta nem lehet. Na. Tehát akkor nem mondjuk, elhújtott. hogy köszönöm, hogy egy tök másra akarsz átvezetni, ne mondjuk, nem, hogy nem. Boltok, ne mondjuk, hogy nincsenek boltok, és nem mondjuk, hogy nem mondhatják, hát nincsenek. De vannak boltok, bazd meg, most így kell fogalmazzam. Vannak bazd meg boltok, akik tudnának, csak leszarják. És azt kell, hogy mondjam, hogy itt kurvára mindenki kényelmes, és kivárja, hogy a másik csinálja. Bocsánat, hogy ezt kell mondjam. Kivárja, hogy majd a másik elintézi, a tömeg elintézi, majd a nép elintézi. Egy büdös lófasz. Na. És ez az, az én véleményem, ez meg olyan, mint a segluk. Na most Charlie húzta föl magát. Nem, de te, hogy húztam föl magam, csak ezzel adok neki ö, nyomatékot, súlyt, annak, amit mondok. Tehát azt hittem, hogy legalább annyi leesik, vagy meglepődsz egy picit rajta, amit Fifika is mond, hogy most figyelj, de úgy látszik, hogy megint elment a lényeg a füled mellett. Nem, csak nem lepődtem meg rajta, mert ez teljesen egybevág azzal, amit egyébként szerettem volna még hozzáfűzni. amit most már talán hozzá is visszatek. De előtte elmondom én neked, hogy én az online boltokra gondoltam, és az online boltok azért becsukták kapuikat. Tehát nyilvánvalóan tömegeket, vásárlói bázist azon keresztül elektronikusan <kül> lehet elérni. Én ezekre gondoltam, hogy hogy mégis hol szóljanak, de ami igazából hozzá szerettem volna fűzni, és ezek szerint már, már, most látszik, hogy a fekete kereskedelem itt van. Ezekkel az intézkedésekkel a harmadik, amit elérnek, ezt elfelejtettem mondani a kis felsorolásomba, tehát a termékválaszték szűkülése és az áremelkedés mellett nyilvánvalóan a felhasználó igények nem fognak megszűnni sem egyik napról másikra, sem egyik évről másikra. fe kereskedelem -ke Ezt ennek építik ki most akaratlanul is a, a, az alapjait. Kurva jó, tényleg. Krisztián, mindenkit ki fogunk képezni a fórumon a tor használatára és mi is megyünk a fekete internetre. Mint a sit, mint a sit. Nem, nem normálisak ezek, komolyan mondom, nem normálisak. Nem a boltokra gondolok, ők se teljesen, de Figyeld meg, lesz itt még, lesz itt még hatalmas sírás, hogy ú, megbüntettek. Na. Jó, hát nyilvánvalóan, hogy a leges elmondtuk, hogy ez jön, ezzel kell együtt élnünk, mindenkinek javasoljuk a jogkövető magatartást, nyilvánvalóan ez egy kicsit másik fele az éremnek a, a, a kereskedelem, mint maga a, az MBTV, hol elcigészhetsz, hol nem elcigészhetsz hülyesége, de hát nyilvánvalóan, aki, ahogy a mondás szokta mondani, aki örömlánynak áll, az ne csodálkozzon, hogyha pénzért szexelnek vele. Nagyon 18 konform voltál. Na kemény, kemény. Közben megnyitottam itt még a Martin Vonknak a kis Excel táblázatát az európai helyzetről, mert ugye ami 475 ezerünk, az így 20 1500 euróra jön ki, és ha már az EU ugye azt a célt szánta ennek az egész direktívának, hogy harmóniát teremtsen az európai piacon, akkor így kiszemelgettem néhányat, tehát nálunk 1500 euró lesz a termékenkénti bejelentés a tervek szerint. Hollandiában ez 45 euró. Ezért mondom vakeres. neked, Krisztián, elírták, 4000 forint lesz. Nem, nem, nem. Az, egyes, az Egyesült Királyságban körülbelül 200 euró és itt azért mondjuk más életszínvonalon és más gazdasági pörgéssel beszélő országokról beszélünk. Belgiumban négyezret terveztek, de ezt ugye az ottani alkotmánybíróság stoppot tette erre az egész történetre, de itt van például Dánia, ahol nincsen rajta stopp a információk szerint, és a bejelentés 4920 euró termékenként, tehát több mint háromszorosa a magyar 475 ezernek, vagy itt van például Bulgária, nulla euró bejelentési kötelező, vagy bejelentési díj nélkül. Tehát köszönjük szépen ezt a harmóniát, ami egészen a nulla eurótól a közel 5000 euróig teljes vadnyugati változatossággal. Egy mindenfelé zseniális, nem normálisak ezek. Ha se felejtsük el, hogy, hogy ez, amit mondtunk mindig az időpontokat, és időpontot már nem kell mondanunk, meg mondtuk azt, hogy moratórium, azt viszont mondanunk kell, mert most mondhatjuk azt, hogy ez itt van, meg az ott van, meg ez a ott van, de, de van fél évük, hogy ezeket a már kint lévő termékeket ugyanezt végigvigyék rajtuk. És akkor, akkor jön majd az, hogy ö, volt itt 18 fajta kínai készülék, húzzunk le belőle 16-ot. Volt itt 40 fajta likvid, húzzunk le belőle 35-öt. És, és akkor bizony ez lesz. Kész. Punktum. És egy egy, egy ö, sanszos megjegyzést még hozzáfűzek a dologhoz. A, az előgondolkodók azért azon is gondolkoznak, hogy kivonják az ízesítéseket a likvidekből is. Fuck you tehát, tehát, tehát most érted? Elköltesz egy valak pénzt arra, hogy beregisztráltasd a likvidedet. Nem tudjuk, mondom a dátumokat. Január 1-től valószínűleg jövedéki lesz a likvid. Az azt jelenti, hogy az, az ODB-hez kell belistázni a likvidet, nagy kereskedő már nem viheti ki, csak az ODB-hez viheti jövedéki raktárból. Május 19-e az utolsó nap, amikor még lehet olyan eszközt likvidet árulni, vagy eladni, aminek nincs meg a, a bejelentési kötelezettsége, vagy nem kapta még meg ezt az egészet, nem felel meg a TPD előírásainak, stb. stb., tehát ami most forgalomban van, amit bizonyítottan egyébként ez év november 19-ig gyártottak, vagy hoztak be az országba. Tehát ezekre a, a, a határidőkre kell rettentően koncentrálni, és akkor nagyjából el is mondtam, hogy mikor lehet még offline bevásárlási láz a, a trafikokban. Ha valakinek még nem sikerült rendesen otthon betározni ezek következendő két évre, akkor az most tegye meg. Illetve ugye a jogharmonizáció azt fogja követni, hogy gyakorlatilag jövő május 19-től elméletileg minden egyes EU-s tagállamban hatályba lép a, a, TPD teljes súlya, illetve hát az, nyilván az implementációnak megfelelő, és a határokon átnyúló kereskedést pedig minden ország a saját hatáskörében rendezheti, de mindezt úgy, hogy harmonizálnia kell a másik ország Gal, tehát ha nálunk mondjuk azt mondják, hogy hónaptól nem lehet behozni likvidet az országba, vagy le fogják limitálni a mennyiséget, akkor onnantól kezdve a küldő országnak is be kell tartania a mi országunk által szabott kvótákat. Úgyhogy nagyon szar jövő elé nézünk. Ennyi. Az egyik ismerősöm volt most nyaralni. Ja, ez csak tényleg... Itt vagytok? Én igen. Ha -hó. Itt Lagos vagyunk, szükszika. csak... Igen, megszakadtál picit. A, tehát, hogy dohánytermékre szerintetek mennyi a bejelentési díj? Tehát, ha te egy új dohányterméket akarsz a piacra bevezetni. Mondhatom? Hmm. Mondjátok. Nulla! Ez így van. Egy kibaszott kurva fillérbe nem kerül, Ugyan, ugyanilyen bejelentési kötelezettsége van a dohányterméknek, ugyanilyen vizsgálati jegyzőkönyveket kell mellé tenni, ugyanilyen toxikológiai vizsgálatokat kell végezni, nulla forint mellett. Tehát azért érzitek a, a történetet. Tehát egy, egy dohánytöltő készülékre, meg aztán semmit nem kell bejelenteni, tehát azt szabadon forgalmazhatod egy hüvelyt, egy dohánypapírt, egy bármit. Egyedül a, a dohányáróra van bejelentési kötelezettség, és ö, nulla forint mellett. Azért ez, a, ez a vicces fifika. kategória. De ez tényleg erről még nem tudunk eleget. hogy ez nem kilóg, hanem, hanem pofárúg. Tehát annyira egyértelmű, hogy mit akarnak csinálni. Hogy hogy, 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 az valami észbontó. És Clive nek a szlájdjai jutnak eszembe Varsóból, volt egy ilyen szlájd, ahol egy ilyen kis egyenletet vezetett le, hogy kemény az elektromos cigarettával, egyenlő kemény az ártalomcsökkentéssel, egyenlő megengedő az ártalommal. Igen, igen, ez teljesen, teljesen jogos. Fiúk, fiúk, ez, 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 nagyon breaking news. Valami kerestem most az indexen, és ez jött kiemelten a pofámba. A dohányzás nem öl, evolúció nincs, a klímaváltozás kamu. A föld lapos. Ez a, a politikusok és a média keltette hisztéria ellenére a dohányzás valójában nem öl. Tény, hogy három dohányozból kettő nem dohányzással összefüggő betegségben hal meg. Jelentette ki Pansz a 2000-es képviselőházi választás kampányában, amit egyébként meg is nyert, és 2013-as kormányzóban választásaig meg is tartotta a posztját. <laughs> ja, a dohányzás azért nem öl, mert csak a dohányosok harmada hal bele. <laughs> Ilyen alapon az orosz rulett sem öl, hiszen a klasszikus recept szerint egy golyó van a hatos tárban. Ez pont kétszeres túlélési esélyt jelent a dohányzáshoz képest. <laughs> Jó, de hát ezt a cukorról is el lehet mondani, Charlie. Tehát, vagy a sóról, vagy bár, bármilyen más uh, uh, dologról el lehet mondani. Ne húzzuk föl szerintem magunkat ezen. Van nekünk kettő sokkal jobb témánk, ami föl tudjuk magunkat húzni. Hát én, én eszembe jutott a, a, ezt, mikor mondtad, hogy na majd, mikor te sok millióért megcsináltatod a teszteket, és utána kitalálják fél év után, hogy nem lehet ízesített, hogy na ilyenkor mit csinál az ember, én meg erre azt mondom, hogy mint az üvegtigrisbe. Perelünk, Lalikám, perelünk! És erről Eszembe jutott Szújó Zoltán, Lali Zoli, ö, Fasten your seatbelts, indul a verseny, ö, és ugye annyira, 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 annyira irodalmár átkötés volt, perelés, kapcsolják be biztonsági jöveiket. Mújó, még egy cikke, ez nagyon régi cikke, ez ötnapos, de a pörre föl fantázia nevet kapta a kerességben, mesélj róla, Mújó. Múlt hét pénteken, múlt hét pénteken mielőtt leszakadt volna az eső, megjött az értesítőm, hogy a törvényszékről valami levél vár, úgyhogy izibe el is szaladtam, és ott kis színes, úgyhogy nem kell hosszúra húznom, mert ezért megpróbálom gyorsan elmondani, hogy ott álltam a postán, kaptam a kis levelemet, és aztán hiszem, vigyek haza sorsegyet, ne vigyek haza sorsügyet. aztán egy ilyen képzeletbeli sallet lekevertem magamnak, hogy nem aprózzuk el itt a szerencsénket és a karmánkat, semmiféle sorsegyet ebben a fontos pillanatban. Jöttem, kibontottam a levelet, és már vártam, hogy az lesz benne, hogy hát sajnálatos módon elutasítják a keresetemet a nefi ellen, de nem, mert pont a hátulját láttam meg, ami azt részletezte, hogy a meg nem jelenés esetén miféle szankciókat foganatosítanak ellenem, és megfordítottam, és ott volt, hogy befogadták a pert a nefi ellen, ugye az egyik adatigénylés megtagadása, kapcsán, és kitűzték az időpontot szeptember 15-én a Nemzeti Egészségi Fejlesztési Intézet. Alperesként, felperesként pedig jó magam összecsapunk a fővárosi bíróságon az ügyben, hogy valóban közérdekű adat az elektromos cigaretták körüli visszasságokkal kapcsolatos intézményi dokumentumok, és hogy jogszerű -e ezeknek a kiadásának a megtagadása. Titánok Imigen, harca. Ez lesz a munka címe, Titánok harca. A rövid kommentárom az én naptáromban ki van szürkítve, kameraaksik fel vannak töltve, hangrögzítő szintúgy, neked egy dolgod van, tudd meg, hogy a nyilvános tárgyaláson képet és hangot rögzíthetünk-e, mert többen jelezték már, hogy szeretnék a természetesen oda nem eljövő glicerin, ildikó helyett Euh, megjelenő ügyvédek arcát euh, látni, amikor te közlöd velük, hogy már pedig miért. Úgyhogy én erre készülök. Gőzerővel. Szó szerint gőzerővel. Mi kis színes volt, tehát ennyi az én kommentem. És természetesen ki kifogjuk suhintani ismét a Facebook eventet mindenhova. Fifika. Uh, nekem az jutott eszembe, amikor mondtad, hogy a titánok harca, hogy nehogy az legyen, hogy a címe, hogy titánia, titánia, titánia. Ne, az nem. Na, ez volt a kicsi színes. És ö, én rámennék, mert most volt egy pár olvasói kérdés, mind a Facebookon, mind pedig levélben. Nem ereszteném hosszú lére, de ö, szükség van arra, hogy ilyen is legyen azért kérdeznek, mert valamire kíváncsiak, mi válaszolni fogunk, illetve lehet, hogy én nem válaszolok, hanem majd ti, mert ti is expertek vagytok. K. Tamás. Szervusz, ne haragudj, hogy itt írok, de lenne egy Hogyha, bocsánat, előtte, ha összefüggéstelen mondatokat véltek felfedezni, én pontosan úgy olvasok föl mindent, ahogy leírták. Köszönöm. Szervusz, ne haragudj, hogy itt írok, de lenne egy kérdésem. Nemrég beruháztam egy Innokin iClear 30S tankra 1,8 ómos porlasztóval. Véleményem szerint nagyon jó. Most vettem hozzá egy E-Leaf iStick 40 TC készüléket. Kérdésem az lenne, 6 per 8 mg-os likvidet használok. A kérdésem a következő lenne. Olyan 8-12 watton használom, de kicsit, mintha nem úgy adná vissza az ízt, mint az égő aksi. Hát itt gondolom ego aksira gondolt. Van-e valami ötletet, hogy mi lehet a gond, vagy csak én érezhetően úgy és valójában nincs így? A másik kérdésem az lenne, hogy PG70 VG30 folyadékot használok többnyire, de most kaptam egy PG20 VG80-as folyadékot. A kérdés az, hogy 1,8 ómos porlasztóhoz megfelelő bármilyen folyadék vagy a nagyobb VG számú kizárólag szabom tankokhoz való. A válaszod előre is köszönöm. Én túl diplomatikus vagyok, hogy válaszoljak ezekre a kérdésekre, de nekem úgy tűnik, hogy valaki összekeveri az lcg-tesztek hút a lcg-support.hu-val. Ezt, ezt egyébként szerintem teljesen jól látod. Mind, mind abból uh, ítélve egyébként, hogy egy PG túlsúlyos folyadékról vált egy VG túlsúlyos... Uh, folyadékra, ami nyilván nem így van. Tehát gondolom, hogy ott a 70-30 az pont fordítva volt, tehát <coughs> glicerinből volt 70 százalék, 30. De az ellenállás és a folyadéksűrűség semmilyen összefüggésben nincs egymással. Tehát, hogyha ha erre választ akarunk adni, akkor ezt kell, hogy mondjuk. Az már viszont inkább, hogy, hogy hogyan tervezték meg a készülékben a folyadékszállítást. szállítást. Hogyha egy picit szűkebbre, akkor nyilván oda egy PG dúsabb folyadék való, hogyha ha bővebbre, akkor meg oda egy, egy végétöbletű folyadék jó. Egyébként meg szívesen látnám például én a múzeumban ezt a 30-es nevezetű tankot, mert ez, nem is tudom, három évvel ezelőtti Meg azt, aki eladta. Meg, meg azt, aki eladta, igen. Egyébként meg most akkor belekeverhetnénk ebbe még a telet, a nyarat, a melegből hidegbe menést, és a többi, és a többi. Ú, és a... még rengeteg dolgot, igen. Igen. Következő. Tengerszintől való magasságot. magas. Magas. hogy azt ne is mondjuk. I. János. mostan tragédia. Ice-Tick pikó típusú grippet tervezek venni meló három tankkal, de előtte még szeretném kikérni róla a véleményedet. Ha neked vagy egy ismerősödnek már volt ez a típus, illetve van vele tapasztalatotok, örülnék, ha feltennétek róla értékelést. Ezen kívül hasznos lenne az oldalon egy olyan rész is, ahol pontosabban elmagyaráznátok a funkciókat, rövidítéseket és a köztük levő különbségeket, mint például Varivat, Bypass, TC, NI, T, SS, TCR, M1, M2, M3. Különösen a fűtőszálak anyagai, például a nickel és az ezüst drót közti különbségek érdekelnek, a vastagságuk, stb. Itt a link arról a típusról, amilyet szeretnék. Itt van egy AliExpress-es link. Előre is köszi a választ, további szép estét! Tudod, mi jutott erről az eszembe? Az a <coughs> vicc, amikor uh, Pistike 300 levelet ír a télapónak, hogy tűzolta autót szeretne. Nem Azt ismerem. Ismerite? Nem, nem, nem. Hm és akkor így a télapó már a háromszázadik levelét olvassa Pistikének, hogy ő nagyon-nagyon szeretne egy tűzolt autót, és télapó annyira fölidegesedik érted, hogy ír egy levelet, egy válaszlevelet Pistikének, és akkor azt mondja, kedves Pistike, december 6-án ott leszek, beugrom a kéménybe, lemászok hozzátok, viszek két benzines kannát, szétlocsolom, földgyújtom. lesz annyi tűzolt autód, bazd meg, hogy beledög lesz. Tehát én, de nem, tehát hogy én ilyen oldalt szeretnék. Hát csináld meg, bazd meg. Tehát ne, ne, tényleg nem tudok rá mit mondani. Tehát imádom az ilyeneket, amikor instrukciót adnak, hogy mi van. Amikor én elkezdtem likvidet árulni, akkor voltak olyan emberek, akik fölhívtak telefonon és megmondták, hogy szerintük ebbe a likvidbe ez még egy kicsit ebből az aromából, ha tennék bele, meg ha ezt keverném meg, azzal az milyen kurva jó lenne. Sokkal Ért? jobb lenne, hát nem érted? Hát, bocs. Nekem meg az jutott erről eszembe, és sokkal diplomatikusabban, hogy száradjon le a nagylábújam körme, ha az elcigi teszteken, vagy a Darth mondtam majd, tehát Blacky Dartvéper csatornáján nincs fönn ilyen teszt, legyen szó akár az ice tikről vagy legyen szó akár a különféle húzalok közötti különbségekről. Én meg annyit fűzök hozzá ultradiplomatikusan, hogy Mindent igyekszünk szem előtt tartani, de ez nem olyan, hogy én ilyet szeretnék venni, és előtte teszteljél. Illetve ez a mik a rövidítések, és a többi, és a többi, ezt úgy hívják az oldalon, hogy wiki. Meg kell kattintani, és ott van az meg. Ne haragudj, kérdés feltevő, de hogyha az M1, M2, M3 mint egyénileg eltárolható Ö, teljesítmény, vagy akármilyen fokozat ö, a menüben. Ezzel én miért foglalkozzak? Tehát írjam le, hogy M1 az azt jelenti az iStick pico hogy az egyes menü, amit te saját magad eltárolsz. M2 az azt jelenti, hogy az, ami... Nem. Fűtőszálak anyagai nikkel ezüst... Ebbe már... Ez az ezüst ez a kisebb fére Igen, meg attól leszünk szép kékek. És ennyi. Tehát még egyszer mondom, ez ilyen szinten nem kívánság műsor. Pedig ez igazán kedves dolog, ez lenne, Charlie, hogyha ezeket mind ilyen alaposan, türelmesen, szépen, kedvesen megválaszolnád, még akkor is, hogyha nem dolgod és nem tiszted, pusztán azért, mert jó ember vagy, és az ilyen típusú beérkező üzenetek gyakoriságát tekintve ezt aztán megismételnéd két naponta. Mert különben ezt megtehet, de, tülyen, más különben te lesz alaköcsök. Tehát ezt de most különben mondom. meg Krisztián is kapja az értesítéseket. Tudod mit? Válaszolj rájuk nyugodtan, mert tényleg ma nem nagyon volt időm. Annyira nem volt időm, hogy egy hónapos üzenet van itt a telefonomban, valaki felajánlotta a saját kazányát, még arra sem tudtam visszaírni, hogy ne haragudj, de most, most nincs rá időm. Tehát arra sincs időm, hogy azt megírjam, hogy nincs időm. Na mindegy, nem panaszkodunk következő H. Viktor, és tényleg csak H, mert ennyit írt. Hello, kb. másfél hónapja szoktam át több mint hat év dohány szívás után az elektromos cigire, kezdtem egy Joytech Ego ajóval, majd kipróbáltam márkán belül az eviket, nem tudom milyen tankkal. Nagyon megtetszett az, hogy sok mindent variálhatok, kellemesebb a gőze, íze, stb. stb. Ezért döntöttem a Cuboid Cubis set mellett idáig nem is nagyon értettem, mi a különbség van. Én nem is nagyon értettem, mi különbség, mi különbség van egy félómos, vagy egyómos, vagy másfeles között, meg hogy ezeket milyen hőmérsékleten érdemes használni, most már kezdem kapizsgálni. Ami zavar, és még kérdéses számomra olykor a kis ellenállású kazánok, amikor elkezdtem hevíteni, először pattan egyet, zárójel, köp. Bocsánat, majd utána indul meg a gőz. Ez a pattanás azért is zavaró, mert nem túl kellemes, és minden mellett egy relatív forró cucc kerül a számba, ami lehet, hogy nem igazán egészséges és idegesítő. Másfelesnél nem tapasztaltam ilyet. A kérdésem az lenne, ez a pattanás miért történik? Hogy? <laughs> Most írtam az item az arcodon tudod. a pattanás. <laughs> Bocsánat. A kérd Ez nem? Az volt? Igen. Hogy lehet ez kiküszöbölni, hogy ugyanúgy élvezhető legyen egy kis ellenállású kazán, mint egy nagy ellenállású utóirat? A kazánokat az előírt hőfokon használtam, használom. Még valami a Joyteknél annak előre programozott mód, ezek jelentésével nem vagyok tisztában, például Varivat, VT, Bypass, ezek mit jelentenek, mire jó? Ez egy komplex, komplex levél. Na, a pattanás. V Várjál. Mielőtt... Ja igen. félom egy jó, másfél. És a köp. Mi 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 mielőtt mondjuk elbagatelizálnánk és mondjuk uborkás krémet ajánlanánk pattanás ellen. Tehát a... a pattanás az azért van szerintem a fél ómos kazánnál, mert ugye egyrészt a kondenz leül a a tekercsre, és amikor a félómos hihetetlen nagy teljesítménnyel fölizzik, akkor ugye gyakorlatilag a berobban az a gőzés, tényleg kiköpi azt az egy csepp forró likvidet. <kül> Ezt kétféle módon lehet kompenzálni. Ugye az egyik az, hogy megvárod, amíg pattan, aztán szívsz bele ez egy, ez egy, nem, ez egy arányleg, Nem kötelező a szádban meg. nem, nem kötelező ezt a robbanást a szádba. Ez egy ősi székely de, megfigyelés, vagy egy dakota. Befogadni, igen, ez a beavat. Nekem egyébként tehát annyira nem vicces, hogy, hogy nem is tudom, valamelyik mehámon egyszer tekertem egy, te kértem egy, egy ilyet, és ott hozzá vagy szok vagy. Beveszed, izzítod, beveszed, izzítod, és paszki, egy egész hólyag lett a nyelvemen a, a végén, de olyan hülye voltam én is, hogy, hogy, a szokás miatt érted, nem vártam meg, hogy pattanjon, aztán szívjam, tehát hogy ez nem, nem jutott el a, az agyamig, tehát egy picit azért a védelmére kelnék a, a kérdés föltevőjének. <kül> de nem, nem is használnám ezt a félomos konfigot. Tehát ha egy, egy nem pattog, akkor a félomnak semmi értelme szerintem. De hát nyilván itt mindenkit ez a kurva ómhajhászás. Na a többit azt meghagyom nektek. <laughs> Most <vered. gül> Találtam egy újabb jelöltet, vagy a videó, vagy a kultúra szekcióba, valahogy majd meg kell küzdeni az eheti jelölésekkel, mert erről az egész sztoriról nekem Lár András vagy nyugati balladája, azért azt a nyáron lőtt lány. Nyálon lőtt lány. Jutott eszembe. A közbe addig. Nekem nem voltak ilyen tapasztalataim, ilyen előre tekert kazánokkal kapcsolatban. A mehán is használtam, sőt a kuzinyót, azt úgy használtam, hogy 0,3, 0,32, 0,35, 0,28 ilyen ómokkal, és nem köpött. Hogy miért nem köpött? Azért köp, mert ugye, amit Fifika mondott, hogy a kondenz lecsapódik, és az, az hirtelen, ugye az alacsony ellenállás kvázi gyorsabban, sokkal hirtelenebb fölmelegszik, ezáltal a hőtágulás és az a kis folyadék, ami ott összegyűlik rajta, az nagyon hamar fölforr gyakorlatilag, és pukk, így eldúran. Ez akkor történhet meg, mondjuk, ha nem kondenzről beszélünk, hanem sima likvidről, hogyha laza a tekerésben a vatta. Mert akkor az egész ö, nem a vattával érintkezik, hanem azzal nagyon sok, ez pont olyan, mintha túltöltöd a dripkazánod, és forr a likvid benne, mert hozzáír a tekeréshez. Na, nekem folyt ilyen a pont az origemből a kezemre. Nem volt kellemes az sem. Ugyanígy a köpés sem. Kicsit szűkebbre kell a saját tekerésben húzni a vattát. Nekem akkor van ilyen, mikor mondjuk egy kazánomat nem szívom négy-öt napig, és előveszem, és akkor van egy akkor a duranás, hogy a szúnyog megáll a repülésben. De hát ezt kell, ez parasztba kell tolni, először megnyomja az ember a gombot, bum, durran egyet, és akkor utána szívja. Egyébként nekem a feelingje is sokkal jobb, és szeretem a ropogós kazánokat. Tehát a, a most várjál? Hát ez most pont nem olyan, de, de nem feltétlen azért, mert ropog, nem kell annak pattognia. Sokkal a likvid rajta, azért pattan egyet. És nem, Semmi összefüggése nincs, és azt ö, többen írták, válaszra sem méltattam, és nem azért, mert. De mondjátok, az paraszt vagyok. Tehát, mikor valaki azt mondja, hogy vettem egy Bunko ilyen. Jó, vagy Charlie. Igen, vettem egy ilyen készüléket, jó erre ez a kazán, akkor ö, azt kell rám mondjam, hogy mit tudom én? Neked jó? Hát ez, ez nem úgy van, hogy ez a készülék csak ezzel a kazánnal jó, ez benne a szép. Bármivel. Ha rátekerem most. A, ezt a kazánomat egy másik készülék, azon is ugyanúgy fog működni. Hát ennyi erővel minden készülékhez vehetnék új kazánt. És az egész, mind a három levélhez globálisan, rengeteg információ fönn van azon a rohadt weboldalon. Ha nem készülék ismertető, akkor ott van két akkora sorozat, hogy az elejére beállsz, és nem látod a végét. Akkora sorozatok a legelejétől, a rövidítésekkel, a működéssel, az alapokkal, a fizikával. Öten ö, több hónap munkánk van ebben, el kell olvasni. Ha nem értesz hozzá, el kell olvasni. Abba még senkinek nem tört el a keze, hogy elolvasta a kattintások miatt nem tört el a keze. A másik. Ha valamit nem ért, vagy nem tud, akkor írhat levelet, csak baromira lassú, és lehet, hogy aztán most nem kapott választ rá. Nem olyat kapott, amilyet szeretett volna. Ezért kell elmenni a fórumra mondjuk, a fekete fórumra. Fölteszi a kérdést, ha hülyét kérdezett, maximum leoltják a picsába, aztán a második, harmadik, ötödik komment után kap egy választ, hogy már pedig mit kellett volna és akkor megvan az egész egy óra alatt, nem kell rá várni még egy hetet se. Tehát én ezt mondom, olvasni, nézelődni, googlizni, fórumozni. De tényleg annyi minden anyag fönn van, De nem tudok már annyi szekciót kialakítani, már a Krisztián, te tudod, a legjobban olyan adatbázis lekérdezések vannak az oldalon, hogy meg kim van a wiki, meg kim van a cikk, meg kim van az ilyen hír, meg kim van az olyan teszt. De nem lehet, meg az se lehet, hogy mindenkinek van egy ötlete, hogy mit szeretne, az gyorsan megreviewzni. Nem. Meg, hogy mi milyen rövidítés, mit jelent. Ö, ha csak most beírnám a, a keresőbe, az oldalon kiadná. De ha nem, akkor meg a Google kiadná. Na, ennyi lett volna a, az olvasói kérdések, válaszok rész, és akkor ö, most az ultralenge rész következik, sorozatok. Tadám! Három hete elindult a második évada a Sci-Fi-on, a Kill Joyce nak és a Dark Matter-nek, ami mind a kettő ugye. Vagy így áll, leves... vagy köszörült meg a torkod. <kül> mind a kettő űrhajós science fiction, és bővebbet nem mondanék róluk, mert már az első évadnál körbe rajongtam őket, de most folytatódott a második évaddal mind a két sorozat, úgyhogy javaslom, hogy aki nézte, az ne felejtse el folytatni, most sem. Én és ajánlanék egyet, ben volt a Q-ban, most ledaráltam nagyon sok mindent, és Hí, a bowlers is elindult, basszus, nem raktam még be. Na mindegy, szóval ott van a Leftovers, ami, ami érdekes volt, nem azért érdekes, mint amiért előre, elsőre gondolja az ember. Nem olyasmi, mint amin sokat gondolkozik az ember, hogy vajon miért történhetett. Ugyanis arról szól az egész, nem Amerika, nem New York, nem Washington. Az egész földről a lakosság, nem is tudom, kettő, öt, négy, valahány százaléka egyik pillanatról másikra eltűnik. És úgy tűnik el, hogy eltűnik a semmibe. És nem ezt dolgozza föl a sorozat, hogy hogy tűntek el, hanem a következő snitt az, az úgyis folytatódik három évvel később. Tehát a az emberi kapcsolatok, a, a ki, kivel mi történt, vannak nagyon jó visszautalások, vannak komplet, van olyan komplet rész, ami az, azt a pillanatot dolgozza föl az előző tíz percet, ami az eltűnés előtt történt. És akkor látod, hogy, hogy azok, akiknek megváltoztak a körülményeik, hogy előtte mennyivel másabb volt az életvitelük, és az egymáshoz való kapcsolatuk kurva elgondolkoztató sorozat, és azt hiszem, hogy az S01 E06-ban az egész sorozatot jellemzi egyébként, hogy nagyon drámai részeknél nagyon kontrasztos zenéket dobnak föl, és ott például volt mondjad már, mi ez a sok zenész együttes? Hülye, ne, -e? hát <laughs> nem, nem Mondjad már, mikor ilyen szép hangszerekkel játszanak, de nem olyan zenét, mint amit, amit uh, arra hangszerre megírtak. Uh, na Mindegy. Uh, szimfonikusok, igen, szimfonikusok játszák például. Filharmonikusok. Filharmonikusok, a, a a... bocsánat, a metalikától is uh, számot, és, és uh, baromi nagy kontraszt van. A zenék, tehát a zene, az előadás és a film között. Kurva jó. Megkönnyítem a jövőre való dolgaidat ez ügyben, hív csak nagy zenekarnak, az pont ugyanolyan jó. Az nem annyira teátrális. Szóval én javaslom, a két évada van, az elsőt, ha ledaráljátok, az is kurva jó, a másodikat is lehet már folytatni. És itt jön be a képbe mindhármunk kedvence, Stigiri Star Trek űrszekerek. Hú, megy a, megy a mozi film, és mondd akkor, Krisztián, hogy mi van a sorozattal. Az élő színészes, rendes, új, vadi, új, új sztorival, új űrhajón, új szereplőkkel, sorozat. Gártás a szeptemberben indul Torontóban, és januárban, 2017. januárjában kerül vetítésre az első epizód, úgyhogy minden Star Trek rajongó lepössentheti előre a bokáját izgalmában, mert most már csak néhányat kell aludni. Ó, nem is tudom mikor lett vég az utolsó Star Trek sorozatnak. Hú, szóval mikor a 2000-es évek elején. Az Igen, enterprise. és az, a, az Enterprise volt az utolsó sorozat, így van. Igen. <kül> hát nagyon várjuk. Hát, és reméljük, hogy a legtöbb Star Trek sorozattal hasonló módon, az enterprise ellentétben ez is legalább 7 évadot meg fog élni. Szórkolunk neki. Azt mondjuk az Enterprise-ban nem volt több, de sajnáltam, hogy vége lett. Én is nagyon. Azt nem tudom, hogy azért elég tökösek ezek az írók, nem tudom, hogy tudtak-e volna rittyenteni bele, mert egy-egy sorozatnál évadról évadra megdöbbent, hogy hogy tudják ezt még mindig tovább írni, és aztán a következő évadban meglepnek, hogy mégiscsak sikerült nekik egy újabb jó évadot kanyarítani belőle. Úgyhogy ez ügyben nem tudok pálcát törni, hogy, hogy lehetette volna még folytatni, de én is nagyon sajnáltam, amikor elkaszálták. Na, akkor, Nézzük, ami mi van a kultúra terén, ha akkor. már a Star Treknél tartunk. Hát a kultúrába akkor most bele kell raknunk a nyálon lőtt lányt? Az az egyik. Nem muszáj, komolyat is tehetünk. Hát ne viccelj, kultúra. Ez is az. A másik pedig, nem tudom kinek a lingje. Ti Fifika? Ennyi, igen. Ha! Transindex.ro, hát természetes. Mi lenne? Egy jó kis Eszterházi írás. Igen. Mert hogy most úgy néz ki, hogy hétről hétre ilyen szomorú apropók kerekednek. Ugye meghalt Eszterházi Péter író, és hát ráemlékezünk egy kis rövid novellájával. Illetve volt uh, még egy uh, szomorú uh, apropunk uh, is, az LGT neves zenésze, Sombó Tamás is itt hagyott uh, minket, őt pedig a videórovatban idézzük Búcsuk meg, vettük. illetve hát akkor a kultúrában még a nyálon lőtt lány baladáját tesszük be. Reméljük, a jövő héten már nem lesz szomorú apropó ennek a két rovatnak. De én mind a két embert rettentően szerettem. Jó, ennyi. akkor... Hát igen. Akkor ennyi, és Abba mit vettünk, a korban vagyunk, hogy vettünk. ezek az idősebb legendák, ezek sorra-sorra kezdenek itt hagyni minket valóban. Ezért reménykedem, hogy azért még, még mi fiatalok is vagyunk, meg nem is vagyunk legendák, hogy még azért van előttünk egy jó tíz év. Na, van, egy, van egy kedvenc uh, tévésorozatom, bár már ugye a sorozatokon túl vagyunk, de az Anthony Bourdain a, a nem is tudom mi a, a sorozatának a címe, aki egy, egy szakács egyébként. Szoktátok nézni a az nem. ő sorozatát. Nem. Hát nem, nem. gyerekek, egyszer, egyszer ha ráfuttok, megkapcsoljatok el. Ő egy szakács, a, hát tudod, de nem olyan, mint a Jamie, vagy, vagy bárki más, ő húsz év alatt küzdette fölmosogatóból magát étterem tulajdonosság, közben volt alkoholista, drogfüggő, és, és egy hihetetlen mm. ö, nyílt uh, fickó, tehát mindenről van vélemény, és azt uh, el is mondja, illetve nem fél használni. És ő végig zabálja az egész világot, tehát mindenhol, tehát Laosztó, Tajvanon tá keresztül, mit tudom, Azerbajdzsánig, mindenhol uh, megy, és általában az ilyen utcai kajádákat uh, részesíti előnybe. És uh, ő úgy lett híres, hogy írt egy könyvet a, a szakácsok világáról, ahol mindent leírt, hogy hétfőn New Yorkban mérne egy halat, stb. stb. És, mint kiderült, jobban ért az íráshoz, meg a tévézéshez, mint a szakácskodáshoz. <kül> És egy ö, ö, ilyen ö, országbejárást ö, tartott. Ö, Uh, valahol ott uh, Afrika uh, környékén, de már ilyen, tudod, már így az, a, a hideg uh, jeges uh, részén, és uh, ilyen marhapásztorokkal kajált, meg iszogatott és így mondja, hogy hát milyen jó hangulat van, tararöm, tararöm, és hogy milyen népdalokat tudnak itt a helyi marhapásztorok, és a csávó az meg egy nagyon szar magyarsággal elénekelt az, a 100 forintnak 50 a fele. Kezdett, tehát én majdnem lefordultam a székről, érted? Hogy, hogy a világ legeldugottabb sarkában egy, egy, nem magyar, tehát tököm tudja, mi volt a gyereknek a neve, többször elmondták, abszolút nem magyar nevű gyerek, elénekelt a 100 forintnak 50 a fele kezdetű nótát. És ezt így meséltem. Tehát, hogy még tovább fűzzem ezt a sztorit, így meséltem valakinek, és akkor mondja, hogy ja, az meg, tud, eszembe jutott Argentinába, nem Afrikába, Argentinába forgattak. Szia, szóval, ja, tudom, hát ez egy argentin marhapásztor az a gyerek. Hát tavaly itt volt lenne a hortobágyon. Hát mit tanítottuk meg vele? Úgy berugott, mint az állat. Érted? <laughs> És azt a, azt a, részt for... Tehát, tehát ilyen nincs, érted? Tehát, hogy, hogy így, így összeállnak ezek a, a, dolgok. Na, ezt nem tudom, én meséltem, mert csak így kis színesnek. Ez jó pofa lehet. <laughs> Amit még meg szeretnék említeni, mindig elfelejtkezünk róluk, pedig sokat köszönhetünk nekik. A támogatóink, akik hónapról hónapra rendszeresen meg... Azt akartam, hogy meg de egy miért De nem tudom, ez miért teszem. Rendszeresen megtámogatnak bennünket, illetve a podcastet. Ezúton is szeretnénk nekik megköszönni. Bizony és majd beavatjuk a titokba, hogy ö, mi lesz a következő, az adás minőségét és színvonalát emelő eszköz is, Amirek is. Hát meg ugye ők előbb ö, tudják egy részük, ö, mindig előző este már kiteszem nekik, hogy ö, hogy mi lesz a, az adásmenet, tehát ők már. Hát, mert ők a páhójban ülnek, na. Igen. Ennyi. A zsőjén. A zsőjén ez az egy... Nem pisilik le izgalmukban a bokájukat. Vagy hozzájuk, hozzájuk le, igazán... hamarabb, hozzájuk hamarabb ér a fény. Ennyi. Tehát abban az <laughs> univerzumban más a terjedési sebesség. A másik, amint meglepődtem, mindig mondjuk, hogy értékeljetek bennünket az iTunes-ban, és, és, most néztem rá valamiért, mert eddig volt három értékelés, vagy, vagy nem is tudom, nem annyi, mint most beszedtük az első nem fullost, megjegyzem Bárány Miklóstól, né négy csillag, ezt el kell számolnunk vele keményen. Na, a lesz a vége. De kapunk itt olyat, csak hogy őt is átérezzétek picit, mert gondolom ti nem nézitek az iTunes-t. Egy párat felolvasnék, vitathatatlanul a legjobb hazai is műsor, hajrá fiúk, így tovább május 20-án is heti közéleti magazin mindenfélékről kötetlenül három ember közülünk. Ha szó nem volna benne e-cigiről akkor is szívesen hallgatnám, de így dupla haszon. Itt jön a négy csillagos fekete bárány. Szó szerint fekete bárány. Jó, ó, ez nagyon sti. Az én véleményem négy csillag gyakorlatilag az eddigi adások átlaga minden szinten. Hasznosság, hangminőség, érdekesség. A hangminőség fifika miatt hármas lenne, de mivel rokon van a kertben, elnézem. <coughs> Jött egy ilyen. A bárány Miklós azért adott négy csillagot, hogy lássuk, hogy van még hova fejlődni. Igen, igen, Tehát igen. Ezt Miklós. is bármi lehet. Megköszönjük a javítani. Miklósnak, mert ez azért egy építő jellegű. Igen. Csillag volt. Aztán van egy ilyen, hogy informatív, szórakoztató számomra, mindig egy kellemes kikapcsolódás biztosít. Remélem örökre megmarad a srácok kitartása, és még nagyon sokáig hallgathatom őket. Köszönet az eddigi adásokért. Igazán nincs mit, megmondtuk mi előre és nem hátrálunk. Aztán Köszönjük van... szépen. Olyan, vagyunk, mint a csótányok. Köszönjük szépen. Van itt egy ilyen, az a subjectje, hogy pipa, cica, pipa. <laughs> <laughs> Mizei Mátyás kedvenc Mitch buchanan mert ezt nem tudom, tudjátok -e, de ő életmentő a Balatonon, a vizen. Tehát Mitch Buchanan, a hazai Mitch Buchanan, sokkal jobb a felsőteste, nem vagyok homár, de sokkal jobb a felsőteste, mint David Hasselhoffnak. Legjobb podcast minden héten várt, érdekes, szórakoztató, informatív, jobban nem is hallgathat. Az ember terjedelmet tökéletes, főleg ha több mint két óra. Ez most több. Tartalmas, a hallgatói véleményekre figyelnek és igyekeznek megfelelni is. Neki mondhatni bármit, mondhatni baráti kapcsolatot ápolnak a közönségükkel. Minőségük tiszta és élvezhető, folyamatosan fejlesztenek. Igyekszünk, hogy minél tökéletesebb lehessen nagyon sokszor megmosolyogtat, és részről részre megmarad ugyanaz a szórakoztató, de mégis tájékoztató jellege a műsornak, szívvel, lélekkel csinálják, és ezzel könnyen megfognak minden hallgatót. Köszönjük, srácok! Mi köszönjük! Köszi! Köszi! És itt van egy pöpec, a legjobb hazai gőzlér podcast, izgatottan várom minden egyes adását, remek fickók komolykodnak és komolytalankodnak benne. Természetesen Andornak, köszönjük Andor! Ó, oh. A és miért nem azt írta, hogy geci jó? Tehát most komolyan, tehát nem ismertem rá. Igen, tehát Te... itt valami sánt, itt szerintem ezt nem Andor írta. Nem Andor, bejelentkezett azt, vagy, a, vagy a macskája. Gondoljatok bele, Andor ezért regisztrált az iTunes-ba, zseniális. Mindenkinek egyenként, külön-külön és együtt is nagyon szépen köszönjük, várjuk ugyanígy a véleményeket, a csillagokat, attól leszünk motiváltak, okosabbak, Uh, és csillogóak. És csillogóak, mint azok a csillagok. 14-5 csillagosunk van. Ez nem azt jelenti, hogy most meg kell szórni minket egyen, hogy meglegyen a balansz, de nagyon szépen köszönjük, tényleg jól esik nekünk. Látjuk, hogy van értelme. Erre, a, van. erre a... Mondjad, 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 Mujo. Ennyit mondtam csak, hogy bezony. Uh -huh. Jó, erre a hétre viszont tényleg fejezzük be, mert 2 óra 27 nyers időnél járunk és ezt nekem meg kell vágnom még. Uh, hogy Ez csúcs. Sőt, ezt Fifikának föl kell tölteni. Mi? Ez csúcs, ezt még fel is kell tölteni, igen. Ja, azt hittem az, hogy ez csúcs. Ú, srácok, nagy a baj, elfelejtettem a rekordgombot megnyomni. Hát, de, erre. de megnyomtam, 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 megnyomtam. És olyan alapos volt, a kétszer is, ami azt jelenti, hogy leállítottad. Igen. <laughs> <laughs> Jó, fiúk, akkor én mindenkinek köszönöm szépen, hogy végig szenvedte vagy nem szenvedte ezt a majdnem két és fél órát. Kicsit kompenzáltuk a, az előző kicsit inségesebb adásokat, és tartalmas volt a téma is úgy, hogy ö, ilyen témaötleteket is várunk, akár kommentbe. A bejegy... Lesz mit emészteni legalább. Igen, a bejegyzés alá, és aztán találkozunk jövő héten, meg utána. Akár a bíróságon. Dísz. Örülök, hogy itt voltatok. Sziasztok! Köszönjük, hogy itt lehettünk. Én csak annyit mondok így utoljára. Kitartás, és amit még utána szoktam. éljen üvegszálasi és vattási. Sziasztok! Téfit, hogy bármi. Közi. Sziasztok! <laughs>